most, hölgyeim és uraim, töveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébren. Jó reggelt! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 6 óra után 13 perccel. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, hello! Sziasztok! Hallgatók, itt van a taps is, ami hiányzott, és nincs itt. Itt volt, nem nincs itt. Ellopták a tapsot. Ezt fejtsd meg, Zsűl, hogy buborék van, be van nyomva, taps nincs. Most mi van? Leértékelt taps van, gyerekek. Zsűl, mi van? Taps, hogy itt de szép a kezed. De ügyes, de okos. Ezt most ő reprodukálta mind a kis tíz kis ujjával. De jó nagy tapsihar csináltál egyedül, igen. Na, nem esik az eső, és meleg van. Hát ennél nem tudom, hogy van-e jobb párosítás. Egy februárban 7-8 fok, és tiszta utak. Hát ez ennél többet most jelen pillanatban nem kívánhatunk. És az ország fele fejfájásra ébredik. Hát igen. Ügyesen dolgozzátok fel. De hogy tényleg az ember, sokszor szoktuk mondani, meg mondtuk már ezerszer, meg gondolni is fogjuk, hogy az ember a kicsinek is tud örülni. Már az, amikor reggel kilépsz a lakásból, és nem esik, ez már önmagában egy boldogsággal tölti el az embert. Jaj, de jó, basszus, legalább nem szúfok az eső. Igen. Most még esett egy 2-3 napot, ugyanolyan vagy, mint az összes álhír csináló, érted? Igen. Bejössz ide reggel, és akkor elkezdett pocskondián az igen, majd, na, majd 3 nap múlva, amikor majd megint fogod tartani, akkor majd azt fogod mondani, hogy jó, de nézd, Jani, az elkövetkezendő napoknak az esemény. Lehet, hogy holnap már eláll, lehet, hogy 2 nap múlva. Ez is egy jó álláspont, mert hogy ez pozitívabb, de hát... Veled vagyok. Figyelj, én most pont kiírtam nem a Facebookra, hanem a holnapunkra, minden reggel beszoktam köszönni, és akkor oda beírtam a Holló című filmbe egy idézetet. Örökké nem eshet. Hát, de tényleg, tényleg egyébként így van, úgyhogy jó az idő, és meleg is van, tényleg, ennél most nem hiszem, hogy tudunk többet kívánni. Mi újságban, mindenkivel minden rendben, oké, jól van, tegnap meg rendben volt, jó volt. Képzeljétek el, hogy tudtam vásárolni egy emblematikus desszertből az elmúlt napokban. És ezt meg szeretném osztani veletek, hogy 3-4 embernek megmutatom. Tök érdekes dologról van szó, csak ezért mondom el, ha valakit esetleg érdekel például, amit tudom én a világából és történelme, meg úgy általában így az elmúlt időszakok vérzivataros történelmi eseményei, például a második világából, azt esetleg érdekelheti a dolog, hogy lehet Magyarországon kapni egy olyan csokoládét, amit annak idején a 30-as években kezdtek el gyártani Németországban, és gyakorlatilag a német hadseregnek, a Wehrmachtnak, meg a csatlós országok katonáinak ez egy ilyen napi betevő falata volt, mert hogy nagyon magas a kakaó, koffein és a kóla tartalma. Ez egy ilyen energiacsokoládé. És képzeljétek el, a legnagyobb megdöbbenésemre az egyik ilyen internetes portálon megtaláltam ugyanezt a csokoládét, ugyanabban a csomagolásban, jó, hát az önkényuralmi jelképektől eltekintve, azok nyilván nincsenek már rajta. Gyakorlatilag ezt a csokoládét a 30-as évek közepe óta változatlan összetételben, változatlan minőségben továbbra is gyártja az a gyár, aki annak idén elkezdte, és megtaláltam egy internetes portál, és elment, azt vettem belőle a 3 dobozzal, már 2-t fizet 3-ot, félhet akcióval. Ja, ez is akciós. És figyelj, annyira nagy egyébként, annyira bírom az ilyen sztorikat, hogy felmentem az internet, és látom basszus, hogy ott van. Ez és menő. És elmentem meg, és ráadásul ilyen. Hát figyelj, egy tök jó minőségű csokoládról van szó. És több ilyen visszaemlékezést olvastam már, világháborús visszaemlékezéseket túlélőktől, katonáktól, egykori frontharcosoktól, és ott időről felmerült ennek a csokoládénak egyébként a neve, mint a túlélés egyik záloga. És elmentem, megvettem, és nagyon érdekes, olyan, hogy is mondjam, csak szerintem egy olyan speciális érzés, amikor az ember valami olyasmit fogyaszt. Amit 80 évvel ezelőtt is ettek, meg a második világháborúban. Mert azt tudjuk, hogy mit tudom, az amerikai katonáknak az ellátmányhoz tartozik, például a Milky Way csokoládé. Tehát, hogy ez fura, amikor látsz egy ilyen mit tudom én, ilyen kis képes ilyen könyvet, és akkor kihajtod a középső oldalt, és ott van, hogy a partra szálló katonáknak a dénap alatt, hogy mi volt, mi tartozott a felszerelés, és viszont ott van benne köztük egy ilyen kis tejutas csoki. Úgyhogy, de az amerikai, ez meg európai. Na mindegy, és a lényeg, hoztam belőle egy dobozzal, majd ki is próbálhatjátok. Kíváncsi vagyok, hogy milyen. Megdobja egyébként az embert. Elviekben 6 kis cikk számít egy jó erős feketén. Én nem kávéztam, úgyhogy halljuk a nyitás hangját, halljuk, és bármiben benne vagyok, mert nem kávéztam, sőt, keveset aludtam, úgyhogy mehet. Megnézzük, hogy mire lesz. Nézzük meg, hogy mit tettek a katonák. Kíváncsi vagyok, főleg, ha tele van koffeinnel, akkor az nekem meg aztán abszolút.
Abszolút jó, úgyhogy szívesen megnézem. Nem? De jó kis csokira mindig nyitottak vagyunk. Próbált neki. Mit csináljak a gyerekkel? Na mi van? Soma lesmárolja az összes nőt az óvodában. Hát? Aha. Én nem mutattam neki, esküszöm. Nem én voltam. Gyerekek, csókolózási virágrekorder lett a gyerekem 5 évesen. Tehát most már ez a harmadik lány, akivel kikezdett. Illetve nem ő, hanem a nők. Szerintem. Hát, szerintem. Mit mondasz erre? Azt... Provokáció. Ugye? Hogy beszélni kell a szülőkkel. A igen, igen, hogy szerintem túl erőszakos. Mit csinálsz a bimbózó szerelemmel 5 éves korban? Hát örülj neki szerintem. Nagyon, én nagyon örülök, csak nem tudom a lányos anyukák mit szólnak, mert de tényleg az van, hogy Somi huncut mosolya közli, hogy nem ő volt. Apa, kérdezem neki, hogy mondom, Somi, oké, hogy egy. Tehát, hogy... De hogy legalább szakíts az elsővel, mielőtt a másodikba belekezdesz. Tehát mondd meg neki, hogy nem te vagy az igazi életem. Mondd meg, hogy, tehát, hogy legyél ilyen. Igen, hogy te nem ízre választod ki a kedvenc ételedet? Hát jó, de legalább, de hát hogy így zárja le az egyiket, hogy a zárd le, és mondom, repülj tovább, nézd meg, tehát valóban válogatunk, mielőtt... Egy kis kupidó. Igen, hát. Mondom, mielőtt örök hűséget fogasz bárkinek, te tényleg nézze, próbálják ki többet is, csak így zárjuk le a dolgot, és hogy mit mondasz erre, mert mondta, hogy hát mert ő most a izével csokolózott, tegnap meg nálunk volt egy óvodás társa, a Natasa, akivel szintén hát ezt elkövették a dolgot, és nagyon óriási röhögések voltak, mentem be a szobában, mert nagyon nagy csönd volt, tudod, és az nagyon gyanús, mikor 3 gyerek együtt van, és csöndbe megyek, Panyesz rajzolgat valamit, ezek ketten fönn az emeletesek tetején van egy ilyen kis kuckó, bebújva, óriás röhögés. Nyomják. Mondom, mit csináltok? Csókolózunk. Ezt mondom, ne arra, hogy megmutatnátok, mert hogy még, hogy mi történik, csak sima száj össze. Vagy valami durván. Hát, persze. Vagy van jelzés, az nem, szerencsére, tehát csak ilyen kis csücsörítés. Hát, hogy nem a békát találod meg fönt valakivel a sátorban. Hát jó. Óriás nevetéseid, de a két gyerek a konyhában. Igen, de az már más, az nem olyan zavaró. Szóval mit mondasz erre? Engedjük, ne engedjük. Mondjuk, jó kérdés. Mondd, hogy nyilván Cuki, én ugyanezt mondom, csak mi van, ha jön egy vérmes anyuka, aki egyszer csak lezavar nekem egy irgalmatlan sallert, érted, hogy a gyerekem inzultálta az ő gyerekét. Mert van, én tudok olyan anyukát, szerencsére nem ebből a körből, aki mi vagyunk. Aki ki van akadva, hogy megmutatták egymásnak. Most két érve tudnék mondani, az egyik, hogy már lecsengett a Valentin nap, tehát, hogy nézzen a naptárra a gyerek, a kettő pedig az, hogy influenza. Tehát, hogy a saját érdekében most ne rájöjjék. De egyik, ez annyira édes, hogy nem én emlékeztek. Imádom, hát persze. Emlékeztek az óvis szerelmetek? Hogy nem. Hát magára a lányra nem, csak arra, hogy mi történt, arra igen. Igen. De hogy ki volt, arra én nem. Mónika nálam. Így emlékszel rá? Ott most azért, mert később is találkoztam. Nem emlékszem. A nevére nem. Akkor is kedves volt. És akkor is aranyos volt már? Igen? Nagyon cukik a gyerekek. Figyelj, szerintem ezzel nincs baj, hát ki korábban, ki később elkezdi, a Beninél ez még egyáltalán nincs. Tehát nála ilyen csúfolják a lányokat, és akkor a lányok beszólogatnak. Én abból érzem, hogy elindult. Hogy kergetik őket az udvaron, tudod, és akkor így. Mondom, milyen jó volt áll, amíg én nem telem volt. Tehát tudod, annyira cuki, még a gyermeki lény nem tartalmaz semmiféle, se férfi, se nő. Még igen, ilyen androgyn lények, még így tök mindegy. De én is látom rajta, hogy így meghúzzák a lányok haját, akkor a lányok kergetik őket, tudod. Tehát most már egy kezdem érezni, de ez még nincs. És ez tulajdonképpen ez a meghúzás, ez ugyanaz, ugye, csak most még a haját húzzák meg. Igen, hát aki igen. Tetszik, azt meghúzott. Már hogy a haját. És ők ilyenkor még a belső szépséget látják meg, igen. Ahogy én is annak a belső szépséget láttam meg az első hús szerelmemben, akinek viszonylag kevés foga volt. Én mind a mai napig emlékszem rá, a lőrincem már megszűnt azóta, a téglagyári óvodában történt a dolog, hát és a kislánynak nem volt túl sok foga a szájában. Emlékeim hát, szerint, még a kislány volt. Nem, legalább nem volt útban. Tehát, hogy igen, cuki volt. Imádtam. Ez hosszú haja volt, én a hosszú hajra. Arra mentél? Igen. Én szerintem óviskorban még az ember nem is utazik semmire, nem? Csak így valahogy megtetszik egy lány, és akkor úgy el vagy vele. És az ember várja, hogy találkozzon vele, meg izgul. Szóval az... egymás kezét. Persze, ezek nagyon cuki dolgok. Szabajom nincs vele, csak mondom egy más, szerencsére nem Somival kapcsolatban, de tudok olyan anyukát, aki fölháborodottan ment oda a fiús anyukához, mert ők meg megmutatták egymásnak a kukit, meg a nunit, ami megint csak tök normális érdeklődés. Szerintem, hogy neked az van, nekem ez, legalább megnézem, nem volt semmi, csak az anyuka, a lányos anyuka az oda ment a fiús anyukához, hogy ez micsoda dolog, hogy a gyerek megmutatta. Mondta anyuka, hogy hát nem én vettem meg rá. Ezt is el lehet mondani hát normálisan simán, a gyereknek. Megmondani Somának, hogy még tartalék olyan legendát, majd hát még rá, majd nagy kis még nevett elő. Ártatlan dolgok ezek egyébként. Az a durva, ha a másik szülő, igen, hát ő nem ugyanúgy kezeli, mint te, mert akkor viszont abból lesz ügy. Ezt tiszteletben kell tartani. Abból lesz ügy. Micsodát, hogy ő nem úgy kezeli?
Hát a másik szülő érzékenyen érinti a másik szülőt, ez akkor azért az neccesebb dolog, mert akkor nem tudsz mit csinálni. Jön egy tomboló anyuka. Ó, Isten, egy a fiad elvette. Montagu és Capulet dráma alakul ki majd. A Kossuth Lajos utcai által, illetve óvodában. Igen, látod, azzal mennyire nehezebb mit kezdeni. Ugyanakkor már nyilván rettenetesen büszke vagyok. Hát, rettenetesen hát, büszke srác, vagyok, hogy hát. Hadd menjen, óriás duma van, most elkezdte félre hajtani a haját a gyerek, nyálazza a haját az oviba. Ez harc rajta, annyira aranyos. Mert mondta, hogy ez most már neki nem trendi, hogy csak így simálóg a haj, hanem el kell izé. És akkor hát ugye nem adok neki zselét, meg ilyeneket. Ne hallja a kezét. Apa, így jó lett, menj, én mondom, hódíts, te állat, na, te férfi állat. Nézzük gyorsan az eseményeket, mit írnak a hallgatóink, azt mondja, hogy nagyon szép napot és reggelt mindenkinek, aztán azt írja valaki, hogy ez komoly sztori volt, Feri, dobhatod a százat. Már benn van. Idén nem dobunk, nem tudom észrevettene. Szacsi írta. Volt ez esemény. Mondjátok el a Trütko titkát, egész éjjel vergődtem szép napot nektek fel mindenki másnak. Hát, én nem is akarok erről beszélni. Igen, ha érdekel benneteket, menjetek fel a Facebookon, erre nézzétek meg, megint nem csalódtunk benne. Nem, igen. Annélkül, hogy kifejtenénk komolyabban a témát, megint nem csalódtunk benne. Nem csalódtunk benne, ajándékcsomagot senki nem kap, mert ezt így ebben a formában senki nem találta el, senki nem mert erre gondolni szerintem. Tehát, hogy ez senki nem merte. Én olvassátok el, én nem is nagyon akarok vele foglalkozni, mert szóval, hogy ezt lehet így is csinálni, meg lehet úgy is csinálni. Én szeretem, ha ezt valaki nem így csinálja, hanem máshogy az ügyel és a kiváltó dologgal egyetértek, de én nem is lehet természetesen is, meg lehet úgy is, hogy tőkét kovácshoz belőle. Igen, igen, az a baj, hogy nekem ez egy picit nem annyira tetszik. Azt mondja, hogy igen, az én óvodáskori szerelmem 4,5 évesen nagy Nikolett volt, mennyire emlékeznek erre az emberek, ugye? A tesóm akkor született, és mondtam, hogy otthon, hogyha nem Nikolett lesz a neve, akkor haza se hozzák a kórházból. Hát ez az. De jó fej vagy. Igen. Anyukám a tesómnak a Nikolett nevet adta, mert félt, hogy a tesómat esetleg bántani fogom, és nem fogom szeretni. Tesómtól ezut, és azt hallgatom. Az kemény. Az kemény. Az óvodai szerelmet miért vettél. Mint valami tini horosztó. És a szegény utálja a Nikolett nevet. Na, mutatjuk akkor, hogy mivel foglalkoztunk tegnap. Ugye Trütkót itt valaki már szóba hozta az SMS falról, mi próbáltuk kitalálni, hogy mit jelent be. Humoros formában nyilván a megszokott iróniával, ahogy mi kezeljük az ilyen ügyeket, és hát a hallgatóink is írtak nekünk, hogy hát tulajdonképpen igen, hogy vajon mit jelentett Trütkó, akkor még ugye nem tudtuk a bejelentést. 10 óra 50-kor, vagy 11 óra 50-kor, már nem is tudom pontosan, ő valamit majd kitesz a Facebook oldalára. Élet egyik legfontosabb bejelentés. Igen, élet egyik legfontosabb bejelentése, így promózta ugye önmagát, és aztán megtörtént a nagy bejelentés. Mi még ezelőtt próbáltuk kitalálni, hogy vajon mit jelentett Trütkó. Úgyhogy ezeket a pillanatokat megmutatjuk, aztán jövünk vissza már is. Fél hét van pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Na, hát ezek voltak a találgatások, aztán most már... azt mondja, hogy jelentsük, zárjuk ezt a témát, hogy mit jelentett be. Csak mondjuk el akkor egy mondatban, mert úgy kerek a dolog, hogy tényleg gyűjt. Adom, minden nap adományozom. Egy jótékonysági kezdeményezés. Jótékonysági kezdeményezés. És akkor ez ilyen kihívós. Igen, dolog, igen. Ki, na, igen. Amit egyébként ő adja, és akkor még gyakorlatilag bárki bármikor persze saját kezdeményezésből is, annélkül, hogy bárkinek az óra alá dörgöl. Így van, egy jótékonysági kezdeményezést indított el. Fél éjjel pontosan? Csoki? Finom, nagyon finom. Ugye? Nagyon jó. Tehát sok koffein van, mert nem eszem belőle többet, de nagyon jó. Tényleg jó. Kicsit keserű csoki ízhez hasonlít. Megkóstoltuk a páncér sokoládét. Páncél sokoládét? Finom, tényleg jó. Úgy néz ki, mint ilyen cipőbox. Egyébként egy az egyben tényleg olyan. Egy cipőkrémes doboz lenne, és gyakorlatilag semmit nem változott a 30-es évek óta, ha mondom, eltekintve egy-két külsőségtől. Á, igen, de tényleg finom. Na, drága hallgatóink, akkor tessék jelentkezni játékra, jó? Aki szeretné esetleg magát hallani a rádióban, írja nekünk SMS-t, ha játszana velünk. Mi volt tegnap? Hát egy oda, de 0-1 most az állás. Igen. Egy oda? Igen. Ki húzta tegnap a játékos? Nagyon. Ja, tudom, igen, emlékszem is. Fél hét múlt egy percet lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk a hírek után. 10 perc van pontosan, 7 óra, jó reggelt kívánunk. Mindenkinek itt vagyunk, és azt nézem, hogy van-e valami, ami friss, mérik téten a pápa felől érkezőket a gumis műhely előtt. Ezt Imre küldte nekünk, köszönjük szépen. Valamint a Nagyvárad térnél az Ülői út és az Orci út sarkán sötétek a lámpák, kérem nagyon vigyázni, csak óvatosan. Ezt Kicsirigó küldte nekünk, köszönjük szépen. Aki tud, hamarabb induljon a szolnoki vonalon Pestre, felsővezeték szakadás van Pilis és Mondori erdő között, Mondoron nem lehet már megmozdulni az állomáson, ez pedig Kriszta küldte nekünk. Mi pedig már is játszunk valakivel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra.
műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Szép jó reggel, szép jó reggelt nektek is. Hello, hello Gábor, ciao, hello, honnan hívtál minket? Budapestről, épp munkával ennek. Mit csinálsz? Játszom egy jót, egy kicsit föltuningolom a hallgatók, nyerem. Jaj, de önbizalom, jó idejó. Igyekszünk. Hát én már előre meg is terveztem, a fencünk lesz az, akinek a napját elrontom. Kinek? Bocsánat, nem értettem. A Ferinek. Jó. Hát akkor esetek is egymásnak nyugodtan. Jó, nézzük meg, hogy mire mentek egymással. Mivel foglalkozol, azt még nem mondtad el. Kereskedelemben vagyok, beszerzéssel foglalkozom. Kereskedelemben vagy beszerzéssel foglalkozom. Jól van, küldjük neked akkor. Küldjük? Mit küldünk neked? Hát az még azért... Előre odaadtam az ajándékcsomagot. Gratulálunk, Gábor! Adjuk a Feribe a játékot, előre odaadjuk az... Tudtam, hogy a Feribe. A Jerry trükk működik. Nagyon meggyőző volt az entréd. Balázs már el is hitte, hogy meg fogod nyerni. Igen, na ide figyelj, akkor indítjuk az órát, jó, Jani? 3, 2, 1, fire! Élelmiszer a szakterület? Élelmiszer. Tartós. Élelmiszer is be is a tartósból vásárolunk. Vásárolod annyira... és eladod. Ez így van. Igen. Én meg kimondtam, jó van, nem érdekes. Kimondtad? Hát egy ilyen fél. Tényleg? Játsszuk végig, vagy mi legyen? Én simán adtam volna. Nem is hallottam, tényleg, de korrekt félig volt egy ilyen nem, igen, valami volt? Igen, ilyen, félig. Legyen a Gábori. Ilyen könnyen, tehát én nem akartam ezt ilyen könnyen. Jó, ne arcoskodj. Nem, ilyen könnyen. Én azon voltam, hogy az 58-ba foglak téged belekényszeríteni valamelyikbe. Azt a kutya fáját. Igen, de nem. Feri hátradőlt, gondolta, ez megvan, és egy kicsit kiengedett. Jó, figyelj, hát nekünk is lehet ilyen, úgyhogy abszolút megérdemelt a dolog, bevállaljuk a dolgot, és meg is van az ajándékcsomag, gratulálunk. Uraim, egy élmény volt. Nekünk nem. Hát nekünk nem annyira. Nekünk nem volt. Hát, mi tudunk a sorok mögött olvasni. Tudjuk, hogy nem is volt élmény. Igen. Ez volt a lényeg. Az első, a pszichikai ráhatás volt a lényeg. A Feri, ő már tudta az első 10 másodpercben, hogy ez egy vesztes játék, és ott ő már nem is gondolta. Azért neked is. Igen, is van egy jó kis bajod, de nem érdekes, aranyos, szeretem. Köszi a játékot, ciao, vigyázz magadra. Köszönöm szépen, sziasztok. Hello. Kunhegyes és Kumodaras közt baleset van, és teljes út zár. Ági küldte nekünk, mindenki vigyázzon. Kumodaras és Kunhegyes között, tehát valami nagy baleset történt, és tétlen a pápa felül érkezőket mérik. Ezt Imre is elküldte nekünk, és többen. Ráadásul a gumis műhely elé telepett. De jó. A gumis műhely elé telepett. Olyan jók ezek a kis SMS-ek, nem? Szerintem egyszer meg kéne jutalmaznunk azokat, akik így egész évben küldenek. De okos, de jó gondolat te. Ilyeneket, nem? Igen. Jó gondolat. Nagyon nagy segítség sokat az utolévőknek. Igen. Igen. Adjunk majd nekik ajándékcsomagot. Szerintem igen. Valamikor ezt a közeljövőbe szerintem meg kéne lépni. Jó, dolgozzuk ki az ötletet. Jó. Dolgozzuk ki az ötletet. Felírom, nehogy elfelejtődj. Cegléd-Pest vonalon csak 60 és 152 percet késnek a vonatok. 60 kötője 152, ezt nem tudom értelmezni. Lehet, hogy 1 óra, 2 óra. Betegszabit csak ajánlani. Tudom, szép napot, a száguldó máv egyik áldozata. Hát ez nem hangzik túl jól. 5 perc, pontosan 7 óra, ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk a megszokott SMS számunkra, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel, gyerekek, hogy Jani egy óriási késsel a kezébe rohangál, úgyhogy itt vigyázzon mindenki, mert itt előbb-utóbb vége lesz, egy hatalmas nagy haleffal a kezébe. Csak a mihez tartás vége, ide leteszem, irányjelző. Bejött egy óriási késsel. Ez egy komoly tárgyalás alap, azt gondolom, hogy valamiről fogunk beszélgetni, nem hiszem, hogy lesznek ellenérveit. Nem, bármit mondasz, én elhiszem. Egész a paradicsom. Igen. Erre a számra tomboltam a Szigeten, hála a Klassz FM-nek. Szívesen, nincs mit. Ezzel indult Robi a tavalyi Szigeten, gyerekek, jó kis koncert volt. Ti azt értitek, hogyha valaki egyszer tud csinálni nem egy, hanem több ilyen számot is, hogy akkor miért kezdesz swingelni? Mert szerintem ennél az alkotás és az előadói művészet a sokkal
sokkal összetettebb és sokkal bonyolultabb. Tehát benne van egy vágy nyilván, mert imádja Frank Sinatrát, szereti azt a kort, szeretett volna emlékezni, tisztelegni, egyikor nem is énekli rosszul azokat a dalokat, tehát hogy... Szerintem és lehet, hogy egyébként ezt a nótát ő utálja, és az sokkal jobban szeret, és sokkal jobban otthon érzi magát abban. Tehát, hogy mi szeretjük ezt, de kérdés az előadó önmagában, mit szeret az előadó 80%-a, a nagy slágerek 90%-et utálja előadni, és inkább valami egészen más csinál, és Robi, ha tehetné, és sikeres lenne vele, akkor lehet, hogy kis bárokba egyébként swinget énekelne Amerikában, csak nem tudod befutni. Uh-huh. Képzeld már a Metallicát, hogy hány éve játsszák mondjuk az Enter Sandman című. Az, hogy a Metallica az ugye eljátszotta a Fekete Album után egy párszor azt, hogy művészi szabadság, most már picit mi Metallica rajongók unjuk ezt, tehát hogy jól lenne, visszakapnák. A Black Albumot és sokkal szívesebben játszanak valahol a kis közönség előtt, nem tudom, ami egészen más, mint grunge-ot, vagy nem tudom, mint ezt a kemény. Tehát tiszteljük a művészi szabadságot. És mondjuk azon sem csodálkozunk, hogyha te előjössz mondjuk a közeljövőben egy blues albummal. De, Sebestyén vagyok. Na, az egy picit más, mert azért... Igen, a Balázs. Robi azért zenén... Nagyon jó dal, de ezt én kiadom. Robi azért az éneklésen belül marad. Nálam ez egy nagy váltás lenne, a beszédet mondjuk énekelni kezdeni. De szerintem a rajongóinak nem is a swing albummal, meg a swinges kirendulásra volt baja, hanem az utána következő korszakkal. A Candish. Na, azt például szerintem szörnyű volt. De hát jobban érezte jól magát, és ott teljesedett ki. Igen. Mi helyzet a molyhos tölgyel, kérdezi valaki, Jani? Mondj valamit. Nem beszélek róla, mert láttam, hogy egyébként éreztem a részletek, hogy jönnek fel a rohadság. Nem mondta, hogy éreztél ellenállást, soha nem törött el az ellenállásra. Csak hogy hívják, próbálok meg érzelmeket generálni, semmi bajom egyébként a csekkel, csak az, hogy most jönnek fel a molyhos tölgyre. Hát igen, látták, észrevették, látták. Hogy hirtelen Bátaszék molyhos tölgye megugrott a szavazás. Küldjük meg a molyhos tölgyet, mondd el, most jó, már kobáljunk bele, csináljuk végig, persze. Jó, mi tehát, van hogy nyerjen, azt igen? Mondja, hogy ugye menjetek fel a Facebook oldalunkra, ott találtok egy posztot, a posztban találtok egy linket, Európa, azt mondja, hogy várjál, az év európai fája 2016, ez ugye a versenynek a hivatalos neve, és ott van nekünk, Magyarországnak, Bátaszéknek egy jelöltünk, a molyhos tölgy. Szavazatok rá! Egy e-mail címről egy szavazat mehet. Na bizonyám. Kb. Ennyi. Na bizonyám, úgyhogy tényleg mindenki vigyázzon, és szavazzon. És vigyázzon, hogy ne a cselek nyerjenek. Nem? Uh-huh. Ugye? Jó. Most már én is veled vagyok, most már toljuk akkor. Jaj, de... Minden a beerőltetted ezt idején erőszakosan, akkor most már, ha ennyi energiát tettünk bele, akkor legalább ne veszítsük el ezt az évfája választás. Komolyan, most akkor már nyerjük meg. Nyerjük meg. Jó, cserébe megírom neked a 10-ig az első blues számotnak a szöveget. Jó. Mi történik a világgal, ha te egy molyhos tölgyel vagy? Nem tudom, én már így ébredtem. Cseresként vagyok. Igen, a Balázs. Tudom, mitől döglik a légy. Nem kell a tanács. Mi a molyhos tölgyet tett bele valahogy? Igen, Sebestyén vagyok, a molyhos tölgyre szavazok. Azt hittem, beleteszel egy ilyet. Na... Azt mondja, hogy január 12-én nyertem tőletek egy ajándékcsomagot, nem tolakodás, hogy követelőzésképpen kérdem, kérlek, ne értsetek félre, csak szeretném megkérdezni, hogy van-e még rá esély, hogy megkapjam. Szép napot, Éva. Éva, hogy ne lenne esély? Éva, azonnal hívunk, Anna így utána van. Jár, csekkol, megnézi, elmegy a postára, megnézi a kis polkacsajával, hol akadt el. Most összedobunk egy ajándékcsomagot, és Ferivel felülünk egy motor biciklire is oda megy. Ha jár a dolog, már pedig nem kérdejelezzük, mert akkor természetesen megkapod, kitartás. Mond. Mindenki nyugodjon meg. Mindenki nyugodjon a csudába. Mennek az ajándékok. A rádiónak szerződnie kellett egy másik céggel. Aha. Ezért nem mentek az ajándékok. Jó, tehát az ajándék, hogy mennek, nem kell belemenni a részletekbe. Igen. Jó, ennyi. Nyugodjatok meg. A lényeg, hogy mennek. Jó. Okay. Szóval mindenkitől köszönöm. Mindenkitől türelmet kérünk, akinek most az utóbbi egy hónapban csúszott, megkap mindent. Jó, fel vagytok írva, Annánál lesz precízebben, pontosabban. Senki nem vezeti. A promóciós lányaik is erre nagyon odafigyelnek, úgyhogy mind megkapjátok. Jó, egy pici türelem. Mit szóltok? Ma milyen jó vagyok, nem? Ugye? Valahogy... Molyhos tölgy, ajándék, ugye, most cukint. Bennem mindig két erő munkálkodik. Tehát a jó és a vagy nagyon szerint, vagy nagyon... Tehát vagy a jóbali kell fel, és akkor egész nap az áldásos jóbali van, vagy a gonosz, nem törődöm, kismalac, aki viszont undok mindenkivel, és haragszik a világra. Ma jó kismalac van benne. Szavazzunk a molyhos tölgyre, megkapjátok az ajándékcsomagot, mindenki nyugodjon meg. Tehát nem arról van szó, hogy mondjuk az ajándék tegnap este is találtál egy üzenetet a postaládába, hogy hagyd élni Janit, mi is hagyunk téged a Bátaszék. Nem volt, igen. Mi lett a persely tartalmával? A persely tartalma továbbra is ott van, ahol kell lennie, a persejben. Még nem döntöttük el, hogy mi legyen a sorsa.
valahova be kéne tenni kamatozni. Amíg eldöntjük, addig is szaporodik. Legalább addig legyen valami kamatot, amiből az bármikor is lesz abból valami. Viszont nagyon sokan kérdezik a páncél sokoládának a nevét, és Coca-Cola-nak hívják egyébként, Coca-Cola. Hogyha esetleg érdekel valaki, hogy menjen fel a netre, aztán nézzen utána, ugye erről a bizonyos túlélő csokiről van szó, amit a második világháborúban előszeretettel fogyasztottak a német katonák, és hát ugye a csatlós országok hadseregének a tagjai. Mi azelőtt megkóstoltuk, gyakorlatilag nagyon a 30-es évek. Annyira nem vágott óta fejbe, még egyet beverek. Mert azt mondtad, hogy mi van nálad? Tehát, hogy elkezded, és, mert ugye nem várod meg a hatását. Ez is tolod, aztán pedig így, hogy amikor csipecskel szemekkel, vagy hajnal kettő, hogy mosolyogva ülsz ott hoz. Remegő habzó szájjal 4-9 kopamálok beköszönni. Még játszunk. Ne aludj, Beni, ne aludj, működik a csuki. De apa, egy óra van hajnal. Jó, mert tele van koffeinnel, ugye? Igen, óriási koffein. Óriási koffein van. Azt mondja, kóladió van benne, kakó és koffein. Kóladió. Bali, azért vagy ennyire jókedvű, mert este volt valami, kérdezi valaki, vagy hogy azért vagyok már ennyire vidám. Nem, mert nem volt. Végre aludhattam. Végre nyugival gyerekek, elfáradt a feleségem, úgyhogy hagyott egy napot aludni, úgyhogy tudtam. Tegnap SMS-eztünk, és Bali azt írta, hogy fiam, inkább beszéljünk holnap, meg a két gyerek rajtam ugrál. Rajtam ugrál, Jani hívott, mondom, igen, fia, sansztalam, ha beszéljünk holnap, ha csak nem, ami nagyon fontos, mert mondom, nem tudok, most mind a két gyerek rajtam van, egy ilyen vicsorgó fejet elküldtem még. Nem is a vicsorgót, a kétségbe esett smiley fejet. Elküldtem. Na, mond. Egy mondat csak, igen, a hírekkel kapcsolatosan, nem tudom, mennyire figyeltétek, óriás felháborodás van egy virsli miatt a kórházi ellátásban. Igen. Hogy én csak egy mondatot szeretnék, hogy nyilván hibázott az intézmény meg minden, de hogy tényleg ez a világ van, hogy azért, mert valaki kapott egyébként nem nyers virslit, mert olyan nincs. Tehát ugye a virsli az ehető, az egy hőkezelt áru. A virslit nem kell megfőzni, a virslit csak azért rakjuk vízbe, hogy meleg legyen. Érted? Tehát az ugyanolyan, mint a parizer, a virsli. Tehát, hogy ez nem egy nyers áru, hanem az úgy ehető önmagában, és most ez óriás háborgás van, hogy ezek érnek ennyit, ezek a hírek. Nem volt jól átsütve, vagy mi volt a semmi mondani? Nem volt vele, úgy megkapták, ahogy a virslit kiveszed a csomagolásból, meg egy szelet kenyér. Tudjuk a kórházi ellátás színvonalát, tehát, hogy nincs benne igazán több, mint amennyit tényleg adnak, és gyakorlatilag éhen is dögölhetsz tőle benne a kórházban, de hogy én most megint azt érzem, hogy egy picit elkezdtünk már olyanon ugrálni, ami nem érdemli meg. Már minden baj. Szerintem rosszul értelmezed a hírt, mert itt nem erről van szó, hogy nyers virsli. És ebből ne úgy értsd, hogy nyers virsli. Tehát elmondom, mire gondolok. Nagyon tehát, most kíváncsi. Nem a nyers virslinek a nyers részével volt a baj, aha, hanem önmagában azzal, hogy maga ez a kaja. Érted a kettő közötti különbséget? Értem, tehát az apukának, de aki lefotózta ezt, annak nem az volt a baja, hogy a virsli miért nincs megfőzve, mert akkor egyébként minden rendben lett volna, mert ez a virsli meg van főzve, ő valószínűleg akkor is lefotózza, ugyanis a vacsora az volt egy szelet kenyér, egy virsli, meg egy darab uborka. Igen. Egy üres szelet kenyér, egy virsli és egy darab uborka. De aki volt meg, és ez ugye lefotózta. Tehát, hogy ténylegesen ezt kapod. Tehát szerintem a hír az lehet, hogy rosszul lett kiemelve, de nem arról volt szó, hogy az apuka azt nehezeményezte, hogy miért nincs, aha, meleg vízben megfőzve a virsli, hanem hogy miért ez a kaja. Aha. Egy darab nyers virsli, egy uborka és egy szelet kenyér. Hát azért ez valójában tényleg megdöbbentő. Én tudom, pont anyám volt kórházban, tavaly is. Egy szelet üres kenyér, kis darab uborka, hát azért ez így nagyon kemény. Ez volt a vacsorájuk, érted? És ez valóban felháborító, csak itt meg a hír az pont azt emeli ki, hogy még meg se volt főzve az a virsli. Hát igen. Kérdés, hogy tényleg kell lefőzni, vagy nem kell, itt most akkor kinek kell megfőzni, a szülők talán nehezményezhetik, hogy nekik kell megfőzni, de tényleg nem kell egyébként megfőzni, tehát csak melegíted. Elvileg jó, ha beledobod forró vízbe, de az élvezeti értékén sokat dob, hogy az egy meleg virsli, vagy nem egy meleg virsli. Ebben az a megdöbbentő, hogy ez egy gyerekosztály. Tehát ebben ez a megdöbbentő, hogy ez a soproni kórháza, jól tudom, akkor ez a soproni kórháznak a gyerekosztálya. Na most hát azért ez sovánka, mondjuk nem meg őszintén. Fejlődni, szóval, hogy nem is, hogy nem fogsz fejlődni, hát nem fogsz, igen. Szóval, hogy ettől se egészségesebb nem lesz, se nem gyógyulsz meg a kórházi kosztnak, hát nem is ez lenne a szándéka, mert ha most van egy komoly betegséged, attól ehetsz bármit, nem nagyon gyógyulsz meg, ha csak nem hosszú távon eszed. De azért ez szomorú, hogy egy virsli, egy uborka, meg egy szelet kenyér az evés vagy a vacsora, elképesztő. Ráadásként a Facebookon elindult egy ilyen töltsük fel más országok, ellenséges országok kórházas kosztját, és egy kismama, aki Angliában él, most már második gyerekét szülte meg ott, föltöltötte azt az ebédet, amit ő kapott egy angliai kórházban,
Na most ott ő meg azért kapott, hogy mi az, hogy kismamáknak szülés után babot adnak az angolok. Na jó, ne hagyjon, persze. Figyelj, olyan, a magyar oldalakon kiborultak, jó, igen. Nekünk semmi nem jön. Klasszikus angol reggeli egyébként. De így van, egy klasszikus angol, ugye babbal, paradicsomos babbal, a kiskolbászokkal, meg minden, ott ezt adják, és egy irgalmatlan adagot kapott egyébként a nő, tehát azt egy étteremben nem kapott meg Magyarországon, mint ott a közgyógyász ellátásban. Hát amit azért osztották a magyar olvasók, hogy rohadjanak meg, ezek jó, hogy nem káposztát adnak, savanyút. Aha. Fény miatt már elnézése, így fogalmaztam. Semmi nem jó, jó, nekik semmi nem jó. A trolloknak ugye, akikkel minden csütörtökön foglalkozunk, és jól szórakozunk rajtuk, hogy egy kicsit mi is kielhessük magunkat rajtuk, ne csak ők az áldozatokon, nekik aztán semmi nem jó. Tehát ők erre felrakhatták volna egy tál mangót, az eperrel, zöld búzafilével, és ezért nem tudja, akkor az lett van baj, hogy miért nem eszik a gyerek állati fehérjét. Szóval visszatérve a kórházra, hát igen, ez elkeserítő állapot. Igen, de ugyanakkor meg sajnos az a baj, hogy még 30 képet fel lehetett volna tölteni, amik egyébként sokkal szomorúbbak, meg sokkal inkább megérnének egy misét, mint ez a virslis történet. Tényleg, ahogy Fer is, nekem is édesanyám sajnos így időben elég sokat betegeskedett, és amikor bementem, és láttam, hogy kapja a szeletkenyeret, a kockasajtot, meg egy tévépaprikát, és ez így a vacsi. Tehát én is ránéztem, és azt mondom, nem hiszem el. Tehát, hogy így. Igen. Na, foglalkozunk valami kicsit vidámabb témával. Egy egészen elképesztő hírre bukkantunk, és önmagában nagyon érdekes, de nem is maga a hír, hanem amit ebből lehet kerekíteni, én nagyon szeretem. Mert hogy egy ázsiai mozi sűrű bocsánat kérések közepette magyarázkodik, mert bemutattak egy friss hongkongi produkciót, és szerintük, mármint a filmszínház vezetői szerint, nem éri meg ez a produkciója egy árát. Óriási. Szenzációsak egyébként, ők elnézést kértek mindenkitől, aki már bement és megnézte, illetve egészen pontosan lebeszélik azokat az embereket, akik szeretnék megnézni ennek a frissen debütáló filmnek, ugye akár a bemutatóját, vagy az egész filmet, és arra kérik a közönséget, hogy ne menjenek be erre a filmre, mert hogy egész egyszerűen nem éri meg. Nem éri meg a pénzét. Nagy sztárok kaptak benne egyébként főszerepet, Jackie Chung, Nick Chung, Yunfa Cho, Jing Hong. Azért Jackie Chan ki tudna itt? Jackie Chan. Nick Chung, Yunfa Cho, és a vígjátékot Jing Wong rendezte. Ó, de pedig szép filmeket csinált. Szép filmeket csinált, igen, és egy bizonyos tartományban azt mondták az üzemeltetők, hogy amellett, hogy lesújtó is a kritikájuk, senki ne menjen erre be. 1,1 pontot kapott a film az IMDb oldalán, és 5 nap alatt 600 millió yuan termelt, azért ennek ellenére 2,5 milliárd forintnak megfelelő összeget termelt, tehát ott a kicsi is azért mennyivel több, mint itt a nagyon sok, nem? Mennyire más számokból dolgoznak. És azt mondja a mozi üzemeltető, a WeChat, a kínai Twitteren, hogy komoly gondok vannak ezzel a hongkongi produkcióval. Gondok vannak, és a mozi tanácsa, hogy senki ne költse a pénz siránytartalommal elkészült akcióvígjátékba. Egyébként megemlítik, hogy az A kategóriás sztárok ellenére silány a forgatókönyv, és rossz a rendezés. És ezért a kínai holdújév után csak egy alkalommal vetítik ők a filmet, de arra is megkérnek mindenkit, hogy ne üljenek be. Zseniális. Egyébként zseniális, hogy ennyire vigyáznak rájuk, nem? A fogyasztókra. Ugyanakkor hát most kétféle álláspontot képviselhetünk. Vagy komolyan veszük a hírt, vagy pedig egy picit mögé látunk, és mondjuk így azt gondoljuk, hogy azt valljuk, hogy most így ennél jobb reklám nem is kell ennek a filmnek. Tehát, én már kíváncsi lennék rá. Tehát a legnagyobb szutykabb, legtressebb filmek. Én megnéztem a trélerét. Én biztos, hogy beülnék és megnézném, mert a vége tényleg az lenne, hogy nem, csak saját felelősség, kérem, távozzanak, nem akarunk eladni jegyeket erre a filmre, és hatalmas tömegében mennének az emberek, megnézik, hogy mi ez az ótvar. Ennél szerintem ők befolyásolhatóbbak, szerintem ők ezt tök komolyan csinálják. Tehát itt nem egyfajta PR-ról van szó, itt arról van szó, hogy tényleg szörnyű a film. Mennyire örülne neki majd egy magyar filmforgalmazó, hogyha mondjuk egy filmről, amit ők forgalmaznak, kihozná bármelyik magyar mozi, hogy bocsánat, de mi elhatárolunk ettől a filmtől, játsszuk, igen, hetente mindig 20 alkalommal, de ne jöjjenek, ne nézzék. Igen, de erre ne üljön be senki. De én bírom, hogy ennyire vigyáznak. Ők azt mondják, még egy lesz gyerekek, még egy alkalom, így van. Az biztos, hogy telt házas, de utána már senki többet. Szerintem ez a fajta őszinteség nagyon jó. Ez, hogy
hibáztunk, itt van nálunk a kópia, le fogjuk adni. Mi láttuk. De ne csináljátok. Erre gyerekek, erre gyerekek, ne költsetek pénzt. Na, ezt a rostélyost most benéztük, a bocsánatot kérünk a kórhelyétel, nevében minden egyes kedves vendégünktől, ezt nem rendeljék meg. Az étlapon marad, mert már kinyomtattuk, sajnos nem tudjuk letakarni, de hogy ne vegyék meg. Igen. Ezen felbátorodva, arra gondoltam, hogy csináljunk egy közelménykutatást, méghozzá nézzük meg, hogy hallgatóink mivel vannak tisztában, ami az ő portékájuk. De lebeszélnének róla minket. Mert hogy nagyon sok olyan hallgatónk van, aki vagy árul valamit, vagy elad valamit, vagy dolgozik egy bizonyos boltban, vagy készít valamit, vagy szakácsként dolgozik, tényleg, vagy zöldségesként dolgozik, vagy silány minőségű nadrágokat, pólókat ad el, de tudja, hogy az, amit ő elad, az vagy nem sikerült jóra, vagy most nem az igazi, vagy kicsit használt és másnapos alapanyagokból készült, vagy csak egy szimpla étteremben szakácsként dolgozik, és azt írja nekünk, hogy ma brassóit ne, náluk legalábbis. Ha rám hallgattok. Tehát azt írjátok meg nekünk, amiről most ti is tudjátok, olyan kendőzetlen őszintességgel, ahogy ez a mozi megtette, hogy ezt mi most nem ajánljuk. Ti mit nem ajánlottok mai napon nekünk, ha mi elmennénk hozzátok? Enni, inni, vásárolni, ruhát venni, gyerekjátékot, zöldséget, bármit, tehát nem csak ehető iható dolgokra gondolok, hanem ha valaki dolgozik egy boltban, azt mondja, hogy ott az alsó polcon a silány minőség, senkinek óriási. Nem engedném, hogy megvegye. Figyeljtek, tudom róla, eladtam belőle hatot, egy vacak. Óriási jó fejség lenne, hogyha ha minden üzletet, függetlenül attól, hogy általában nem csak üzletek, éttermek, stb. Mindig lenne napi nem ajánlat. Oda mész, és a mai napra nem ajánljuk a brassóinkat például. Én ezt annyira szeretem, hogy a pénzért megmondja. Én ezt nagyon de jó. Igen, nem... csak így ingatja a fejét, hogy azt kicsit, kicsit elbizonytalan így, de közben azért tetszik is, igen, hogy egy tiramisút kérek. Azt ma nem. Ugye? És akkor ennek megörült, aztán ha még két dologra rámondja, akkor viszont nem megijedsz. Akkor legyen egy, nem tudom, egy túros palacsinta. Jó, de most ne csak ételekre ragadjunk le, tehát ne csak az legyen, hogy most tényleg kajákat küldtök, hanem nagyon sokféle dolgot lehet ugye vásárolni. Van, aki tudja szerintem, hogy az a játék, amit ő elad, és naponta megveszik százan, az valószínűleg egy vacak. A márkás póló, vagy a póló. Csak a kínairól származik, és nem eredeti, mert ilyet is lát. Vagy a póló tényleg. Vagy amit te árulsz, és amit te eladsz, az egész egyszerűen nem éri meg a pénzét. Nem kell megírni, hogy milyen étterem, nem kell megírni, hogy mi a helyne, ahol dolgoztok, csak hogy ti mit nem ajánlottok. Jó? Ez lehet akár egy kósza zöldséges is egyébként. Aki elmondja, hogy a vízbe áztattuk a répát éjszakára. Bár ugye ott azért látszott, tehát ott nem tudnak nagyon megvezetni. Hát szerintem vannak ilyen, mint ahogy a hús, emlékeztek, hogy a húsosokkal is beszéltünk, hogy az ecetes vízbe való lemosás, ugye mondjuk a vízli parizer ügyében, azért azt is lehet át, szerintem a zöldségeseknél is van ilyen. Hogy egy kicsit az almát még megfényezed, viaszolod, hát ha... Befele fordítom a horpadást. Igen, régi fényét hát visszakapja. Igen. De lehet, hogy vannak ilyen trükkök. Most mindenki egy kicsit könnyíthet a lelkiismeretén. Tehát mindenki elmondhatja, hogy mit nem ajánl magánál. Általában szerintem ez a fajta hozzáállás, ez inkább az alkalmazottakra jellemző, de túl nyilván nem fogja rontani a saját forgalmát. De lehet, hogy van egy rendes autókereskedő, aki azt most elmondja, hogy gyerekek, nálam áll egy 1-2-es Astra. Azt nem. Én azt ma nem. Nálam az a mai nem. Mit mondtál? Viszont két sarokkal lejjebb van egy kollega, ahol tényleg annyit is futott a jármű, mint amennyi benne van. Tehát autókereskedők is írhatnak akár, hogy oké, értem, ma ez Baliéknál a téma, én könnyítek a lelkiismereten, egy 1-6-os Skoda Fábia Albert a kereskedésbe. Azt ne. Nem tudjuk, hogy hol melyik kereskedésbe, melyik Fábia, de én tudom róla, mint autókereskedő. Én magam tekertem vissza. Legyen ez benne. Ma felteszem a mai nem ajánlatra. Igen, a mai nem ajánlat. Mai nem ajánlat. Egyetlen dolog van rajta jól megcsinálva, a glettelés. Lehet, hogy valaki vacak tableteket árul. Lehet, hogy valaki vacak késkészletet árul. Lehet, hogy valaki elektronikai üzletbe dolgozik, és 26 óra értékelnek le valamit, mert senkinek nem kérem kell. Szépen. Írja meg nekünk, hogy ma mit ne vegyünk meg nála. Jó? Ez a laptop csak arra nem jó, mire ajánljuk. Hát de biztos, hogy ilyen. Van ilyen. Kiraknak ilyen, nem tudom, ismeretlen márkájú dél-koreai, mit tudom, én nem tudom, ilyen laptop, akármi. Legyen észak-koreai. Vagy legyen észak-koreai. Nem így van? De. Simán meg lehet, hogy megvezetnek téged ezzel. És ezt megveszed, és kiderül, hogy nem jó. És egyébként, hogyha egy ilyet kiír valaki, hogy mi a mai nem ajánlat, akkor te nagyobb bizalommal mész be a boltba, mert akkor a többi közül viszont... Hát kiírni nem szerencsés valószínű. De az, azért amit az nem szerencsés. Mai nem ajánlat, brassói. A brassói ma gyerekek rossz.
Három napos, száraz benne a krumpli, aszaftot már nem vízzel húz, de akkor azt üzened ezzel, hogy a többi viszont nagyon jó. Hát nekem, ez már azzal nem üzde. Hát, ilyen ki van írva, igen. Jöjjön hozzánk, de ne egyen brassói. Szörnyű a krumpli, múlcsingos a húz, a többi viszont tiszta szívű rajáig. Hát azért ott valószínűleg nem fordulnának. Mi a véleményem mai bécsi szeretőről? Ó, régi ismerős, hogy ért? Hát tegnap is ki volt már rá. Tehát szerintem óriási jó fejség. Tényleg. De a legjobb egyik, amikor a metakommunikáció működik köztetek. Nekem van egy kedvenc, egyik cukrászdában van egy eladó hölgy, nagyon-nagyon szeretem, mert csak egymásra kell néznünk. Megállok egy sütemény előtt, ránézek, felnézek, és int a fejével, hogy... Arrébb lépek egy picit bal, megint ránézek egymásra, és bólint. Igen, abból már vihetek. Na, cukrászok is nyugodtan, jó? Hogy ma aludlábat ne, mert tudjuk, hogy mi. Viszont a kókusztegercset annál inkább írjatok nekünk, jó? Hogy mi a helyzet. Hogy mondod, mindig elfejtem, a mai nem ajánlat? A mai nem ajánlat, így van. Mi a mai nem ajánlat nálatok? Bárhol dolgoztok, írjátok meg nekünk. Jó, 7:30 pontosan, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk az SMS-ekkel mindjárt. 3:48 lesz pontosan egy perc. Úgyhogy jó reggelt kívánunk mindenkinek. Van friss közlekedés, írunk. Budán a Zöldlob utcában a hegyről lefelé jövőket mérik. Trükkösek a srácok, mert a kamerát kitették az út szélére, ők meg elbújtak az autóval. Mindenki menjen lassan. És az M5-ös 31-es kilométernél tiszta nincs kamion az árokban. És rendnek őre is sem helyszínelnek, esőmentes szép napot kívánok mindenkinek, Fabandita küldte nekünk. Mi pedig egy nagyon helyes témával foglalkoztunk, ugye egy ázsiai országban kitalálták, hogy ők inkább magyarázkodnak és sűrűn bocsánatot kérnek, mintsem, hogy hát bemutassanak egy hongkongi produkciót, illetve egyszer bemutatták, de a filmszínház vezetői azt mondták, hogy annyira rossz, hogy lehetőleg senki ne nézze meg, ők mindenkit arra kérnek, hogy ne vegyen erre a filmre jegyet, ne nézze meg, mert tudják, hogy nem jó, nem fog tetszeni, pénzkidobás, senki ne költse a pénzét silány tartalomra. Ezt mondták, és lebeszélték a lakosságot arról, hogy megnézzék ezt a hongkongi produkciót. Hát látva, hogy megnéztem ennek a filmnek a trélerét, hát elég bugyuta tényleg. Valójában. Jó, de itt születek az underground legendák. Ez a te látod már a Makó férfi 3-at? Ki jött, nem mondod. azonnal viásra jön csak valószínű Magyarországon is. És ugye azt kértük hallgatóinktól, tőletek, hogy írjátok meg nekünk, hogy ti ma mit nem ajánlotok. Ugyanis van egy napi nem ajánlatunk, ugye? És nem csak éttermek vagy zöldségesek ajánlhattak nekünk valamit, bármit, hogy tehették fel a nem ajánlat listára, hanem bárki bármit, hát nagyon jó SMS-eket kaptunk. Ír egy hallgatónk, Ancsa, hogy gyermekkoromban a helyi cukiban úgy jelzett a fagyit mérő néni, hogy nem jó a fagyi, hogy amit kérni akartál, irgalmatlan köhögési rohamot produkál, tehát hogy abban nem kell. De abban nem kell kérni. Egy vanília. Igen. Csoki. Na, mit nem ajánlanak még a hallgatói? Nézzük, Skoda Octavia 213 ezerről 113 ezerre, ugyanitt 253 ezerről 153 ezerre. Használt fehér mind a kettő, neved meg, ajánlja valaki, illetve teszi föl, hogy elező autókereskedésben dolgozik. Az egy rétegű nem ajánlom, mert átjukat. Széna a WC papírárus írta nekünk, hogy ezt ne vegye meg senki. A mai nem ajánlat, van rajtam kb. 40 kg baromfi párizsi, 179 forint per kilós áron. Mi lehet benne, ha májusig van a szavatossági ideje? Senkinek nem kell, a kutyát ütni kell, hogy megegye. Lupó papa küldte nekünk. Jézusom. Májusig. Egy butorboltban, 179 per kiló, szép lett. Egy butorboltban dolgozom vidéken, egyik vásárlónk érdeklődött, hogy mennyire kényelmes és trapabíró az egyik fotelány. Azt válaszoltam, hogy képzett fakiroknak szoktuk ajánlani, és a náci szakámat nem ezen képzelném el. Valószínű, hogy a vásárló nem érdeklődött többet. Korán reggel a kávégép feltöltésekor kissé a padlóra öntöttem a kávészemeket, mivel el kell róla számolnom, seprűlapát, és bele a helyére. Benzinkúton dolgozom, vigyázz, hogy hol tankolsz, ma nem ajánlja senkinek. Az ő a napi nem ajánlatos kávéját. Nagyon korrekt volt, hogy elküldett. Köszönjük szépen. Én ma magamat nem ajánlom a főnökömnek, mert nyugodt vagyok, hagyjanak nyugodtan dolgozni, ezt Erika küldte nekünk, és van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Hello, szia! Ciao, hello! Pisti, hello Pisti! Sziasztok! Na, mit nem ajánlasz? Hát kérlek szépen a húsvéti sonkát senkinek. Hát már most rögtön? Most rögtön? Már kész van, vagy már áruljátok? Hát kérlek szépen, ez kész volt már tavaly is. Nem mondod komolyan? Nem mondná. És ez egy hentes bolt, ahol te dolgozol? Hát előállítjuk ezeket a termékeket, és az üzemben árulják. Igen? Mm-hmm. Neked ebből nem lesz bajod, hogy ezt most egy telefonon keresztül elmondod? Hát jelenleg a főnököm nincs itt, egyedül vagyok, átulcsegy. Na jó, hát azért, mert nincs itt, azért a rádió hang az terje. Jó, te tudod, nem, még nyilván nem mondod el, hogy melyik hentesboltról van szó. Tehát tavalyi a sonka? Hát a sonka tavalyi.
az alapanyag meg még akár 5 éves is lehet. Nem, nem lehet. Az, oh, az nem áll el. Azért egy de hogy ne lehet, ez fagyasztva minden el áll. Nem áll. A húsvéti sonkád... Mi? Mikor ilyen sonka? Mi tudunk van? Valamit, hogy mikor ilyen sonka? Mi van? A húsvéti sonka kérlek szépen, ami készült, az tavaly készült, az alapanyag, amiből készült, az meg legalább 3-4-5 éve állhat a fagyasztóba. És na. Ennél a boltnál, vagy ennél az üzemnél, nem tudom, hol dolgozol te hentesként? Hát ilyen kisegítő igazából. Nem hentes vagyok, csak így segítek nekik ezeket. De most, most hangosítottak fel a rádiót a névig. Ki ez? Pistikém, hát jól van, köszönjük szépen, hogy nem ajánlottad. Köszi. Igazán is. Van még valami, ami jó nálatok egyébként? Ami jó nálunk, a hurka az jó. A hurka jó, az csak 3 éves. A hurka csak... is. Na, az tegnap készült. Hát még tegnap elkészültet a sütőben, de mikor ez alapanyag itt is, ugye az a kérdés. És hát, azok hál' Istennek az is. És az ecet is friss, amivel evi is igazsán. Az is van bőle. Lehet, hogy lesz egy elbeszélgetésed ezután a hívás után, vagy több mindenkivel lesz elbeszélgetés. Na, köszi, hogy hívtál. Igazán nincs. Hello. Atya úristen. A tulajdonképpen most ezt itt hallgatta, tudod, valahol megy a kocsival, és meghallja az alkalmazottját, betelefonálni, megremeg egy picit, nem? Szerezze hirtelen, hogy Pisti arra tényleg, mert tedd le azt a telefont, bemegyek, megöllek. Nagy gáz nyomott a főnök, hogy odaérjen. De Pisti megmondta, hogy a föl mered emelni az a telefont, úgy elkaplak. Amúgy vége lesz az Pistinek egészen hamar. Egész évi nem ajánlatom, vendéglátásban dolgoztam, a limonádét, ha elkészítette a pultos, meg kellett kóstolni a szívószállal, úgyhogy belerakta a pohárba, és a tetejét befogta a szívószállnak, kivette a pohárba, és a szívószálban maradt limonádé, azt kellett megkóstolni, egy jó majd új szívószállat tett a vendégnek. De van, amikor ezt nem tették meg, visszarakta a nyálat szívószálat, hadd menjen a vendégnek. Azért nem iszom sehol limonádét. Neki ez a mai nem ajánlata, hogy ma ne ígyunk limonádét. Vagy hát legalábbis óvatosan. Minden reggel megyek egy nagy üzletláncba reggelit vásárolni, a szalám és pultnál ezt mondom, XY szalámból szeretnék én, erre a pultos hölgy olyat nem szeretne. Oké, akkor a másikból szeretnék. Igen, abból szeretne. Így minden reggel tényleg friss a szalám, mert futár küldte nekünk. Jó arc. Igen. Ma nem ajánlom, hogy beszóljon egy vevő, hogy bármi gagyit vett nála, mert nagyon rosszul aludtam, írja egy hallgató. A kirakatban található piros női fehér neműt tenném föl a mai nem ajánlatra az egész szettet, egész éjjel azzal játszottam. Pisti, a bolt kiadó. Ma nem ajánlom a buszozást, mert tönkrement a járaton a fűtés, írja valószínű egy buszvezető, aki elküldte ezt nekünk. Igen. Pécs közeli étterem, 13 óra után a menü leves megkapja a csap alaplét. Utána már senkinek nem ajánlom. Csapalaplé. Hát az íze felhúzzák, azzal nincs baj, nem olyan az íze, de... Csapalaplé. Igen. Amikor terhes voltam a pékségben, a jutúros táskát kértem, az eladó csak intett a fejével, és azt mondta, hogy valami egészségesebbet ma a kismamának. De jó. És ez még viccesen mondja. Igen. Ma valami egészségesebbet. Ma valami egészségesebbet a kismamának. Hát, igen. Vannak szép napi nem ajánlatok. Mindenki legyen óvatos. Köszönjük szépen az SMS-eket. Lehet, hogy úgy értette, hogy az alapanyag 3-5 éves, hogy a malac volt annyi. Nem, hát úgy értette, hogy lefagyasztva volt az alapanyag. Azt mondta, hogy fagyasztva van 3 éve, de akkor mondom, hogy ezt egyszer ki kellett olvasztani egy évvel ezelőtt, amikor húsvéti sonkát csináltak belőle, egy jó kötözetet, majd vissza kellett fagyasztani. Á, lehet, hogy amit kiolvasztottak, az el is fogyott. Az biztos. Csak egy részüket olvasztották föl. Patrikék a hármas medencében voltak, mindent láttam. Nem ajánlom senkinek a hármas medencét, az úszómester. Köszönjük szépen az SMS-eket. Na, itt van egy hallgatónk. Mit mond Dóra ez a kérdés? Valakivel már is játszunk. Visszafelé beszélünk. Ülész hebére a szív. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló. Hogy? Sziasztok, Alitta vagyok. Alitta, hello. Attila, ciao, jó reggelt. Hello. Na, honnan hittál minket? Budapestről. Budapestről. Mit csinálsz? Dolgozol már? Igen, sajnos reggeli 5 óta. Mit dolgozol? Hát takarító vagyok egy fontosabb épületben. Akinek mi a fontos? Ja. Igen, nagyon fontos épület? Hát mondhatjuk, igen. Igen. És akkor, hát akkor már végzel, nem? Hát, hogy már jönnek be 8-9-re dolgozni. Igen, igen, de én 1:30-ig vagyok. 5-kor kezdesz, és 1:30-ig folyamatosan takarítasz? Hát, kell, igen. Vagy ilyen szőszmetölös típus vagy?
Hát kell is, mert még összeszítörök is. Lehet, hogy 8-kor lejár a munkaidőt. Attila, annyira dolgoznánk. Még egy kis méhviaszt a kolóniára. Attila nagyon szeret takarítani, igen. Na figyelj Attila, állat, híres ember, szólásmondás, tárgy, ezek vannak. Hát szerintem az állatot választom. Az állat, hát az könnyű lesz szerintem. Mutatjuk neked, jó? Figyelj, óra indul, fél perc, mutatom. Atyuk irérp. Micsoda még? Atyuk irérp. Atyuk irérp. Atyuk irérp. Atyuk irérp. Micsoda? Mutatom még egyszer. Léri kutya. Így van! De nem kell itt még egyszer mutatni. Így van. Meg is vagy. Atyuk irért. Csak lassan írtam. Ja, hogy leírtad? Igen. Jó, ez egyébként nincs megtiltva. Préri kutya, ezt mondta Dóra visszafelé. Nem volt ez nehéz, úgyhogy egy szép kis ajándékcsomagot adunk neked, és egy tapsot még egyszer. Nagyon szépen köszönöm. Régóta szerettél volna már ajándékcsomagod? Igen, igen, hát én nagyon sokszor próbálkoztam nálatok, tavaly kétszer is játszottam veletek, és mind a kétszer elvéreztem sajnos. Ó, na, látod, előbb-utóbb azt szoktuk mondani, hogy mindenkinek meg lesz. Köszi a játékot! Témához szeretnék még hozzá, hogy te lehet. Igen? A Napi nem ajánlatom, egy hihetetlenül rossz film, a Hős, ez a címe, Jet Li főszereplésével. Hasonlít ahhoz, amiről mi is beszélünk, mert ez meg egy hongkongi produkció egyébként. Igen, de ez 3,5 óra tömény szenvedés, és nem történik semmi. Tényleg? Nagy hú, veszélyes. Moziban sikerült belefutnod? Hál' Isten, nem moziba, de akkor tökön is szúrtam volna. Uh-huh. Ja, hogy ez valamilyen valahonnan eltöltött, valamilyen régi 1000 éves. Egy-két akció jelenet. Annyira nem régi 2000-es évek eleje, Atyaisten. 3,5 óra tömény személy, és köszi, hogy megszabadítottál ettől minket. Nagyon szívesen, én köszönöm. Sziasztok. Hello. 5 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. 8 óra után vagyunk pontosan, 8 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Nem esik az eső, legalábbis itt Budapest felett nem. És egészen jó idő van, mondom ezt úgy, hogy akár lehetne februárban mínusz 10 fok is, 6 fok van, és eső nélkül nem vagyunk jelen pillanatban egyelőre, de mondom ezt csak itt értem magunk felett, tehát most ha valahol szakad az eső, ne kezdjetek el szitkozódó esemeseket írni, hogy miért mondom ezt, mindig hozzáteszem, hogy itt felettünk, de végigasztaljon a tudat, hogy holnap után szakadó esőt jelent. Jaj, de jó Isten. Úgyhogy nem lesz itt baj. Hét elején még nem tudtam volna egy ilyen jó hírt mondani, de az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az oldalán a felhők mögött megjelent most egy kis napocska is. Na! És a hét elején pedig végig csak szürke felhők voltak, esőcseppekkel alattuk, most már szerdától kezdve ott van a napocska is mögöttük. De ez jót jelent. Bár ez óráról órára változik, de... Lehet, hát, hogy csak rájöttek, benne. Hogy aha. A felhők fölött tulajdonképpen a nap mindig igen, ott vagy van, szólt valaki valakinek, hogy Lajos, ne vegyük már minél életkedőt. Tegyünk már oda egy kis napocskát. Úgy se lesz, de nem van. Igen. Na nézzük, mit írnak hallgatói, mi helyzet az utakon. 17. kerület Csabai út belső felén baleset, mentő tűzoltó rendőrség a helyszínen, félpályán engedik a forgalmat, nehéz a bejutás Pécel felől, ezt Rigi küldte nekünk. Az M5-ös bevezető torlódik, az okát egyelőre nem tudjuk, szélvédős Feri küldte nekünk, valamint Fürtökbe lógnak a BKV ellenőrök Kőbányán minden megállóban. Brown írta nekünk. Ellepték? Most így hirtelen Kőbányát lehet, nem? Nagy Tartsa Amerika Rákosliget felől érkezőket óvatosan arrafelé, valamint Budai alsó rakparton egy picit a szokásosnál is lassabb a haladás, ezt is SMS-ben kaptuk, köszönjük. Ha valaki tudja, hogy mi a helyzet az M5-ösön, küldje el nekünk, jó, hogy miért lassabb a bejutás. A Váci úton kifelé Újpest központ után a külső sávban akkora kátyú van, hogy egy vaddisznó is elférne benne, nem vicc, vigyázzon mindenki, ezt Gyuri küldte nekünk, és a Nagyvárad térnél az Üllői út, Urci út sarkán sötétek a lámpák, kérem nagyon vigyázni, és mindenki csak óvatosan menjen, ezt Kicsi Rigó küldte nekünk. Bali, mi annak a sorozatnak a címe, amíg egy nő és egy férfi szemszögéből látjuk a szituációt, te ajánlottad annó, és én rákattantam, nagyon tetszett, de a címe nem ugrik be. Ja, hogy megnézted, de nem emlékszel a címére? Uh-huh. Azt hiszem, hogy meg se nézted. Igen. Na, az az affér, az a affair. Te a fai. Így kell keresni. Ilyen tegeződött. Igen, te a fai. És én? Ez az affér, ebből már 2 évad is van, és egy kiváló sorozat, ha valaki szereti a párkapcsolati vívódásokat, és a félrelépés, nem félrelépés, feleséggyerek, megcsalás, szerető, érdekesen boncolgatja egy család életét, ahova belép egyszer csak egy nő, és az hogy bontja meg a család életét, és akkor kilép. Tehát a férfi, ilyen halálosan unalmas, távolban nézős, úristen, most mit tegyek, értjük. Köszönjük az ajánlatot, Balázs. Nézd Feri, mondhatnám, hogy halott állatokat esznek meg és hurkát csinálnak, de hogy de ezen az univerzumon vannak túlmutató dolgok is. Nincs benne, basszus. Innentől kezdve tudom, hogy a te inger küszöbben, basszus, nem valami.
se kolbászt ízlenne, se hús nem zabálnak, vagy... se állatot nem ölnek, hanem egy kicsit mélyebb, ital? Emberi, tessék, ital? Még csak nem is isznak benne, hanem egy nagyon összetett, bonyolult kérdést boncolgat, hogy egy egzisztenciális válságban lévő férfiaknek megvan minden, a boldog a családja, tökéletes az élete, mégis unatkozik, van négy gyerek, belép egy nő, kilépsz, nem lépsz ki, mit csinálsz, hogy csinálod? Hát ezek ilyen kicsit cizelláltabb érzelmi húrok, Feri. Ez nem penget meg, nem pengeti meg érzelmet, húrjait. Igazságtalan vagy a Feri, mert Feri legalább akkor a filmfanatikus, mint amennyire te, csak neki egy picit speciálisabbak az igényei. Ő megnézte 40-szer a B-t, egy kicsit zavarta, hogy a vége nincsen happy end, tehát nem lesz húrka vagy kolbász. Azt nem is értem, azt a filmet. Ölt a malacot, amíg tudod. Józsi a böllér, és vágd a disznót, amíg érett című filmeken kívül. Vannak más típusú sorozatok, filmek, másról szól, mint ami a te univerzumodban létezik, de ezért jó, mert itt sok univerzum találkozik. János univerzum, az enyém, az ilyen. Az én a séf. Viszont mi még nem láttuk a Véres Karaj 4-et. Azt a horrort nem bírnád végigülni. Add a felsáll, de gyorsan tudod. Tehát, én meg ilyeneket nem nézek. Hol a dagadóm cím? Tehát, hogy más, picit másról szól. Tarják háborúja. Igen. Aki szereti az ilyen típusú Ferinek kisé unalmasnak tűnő párkapcsolati vonszolás, vívódást és gyötrelmeskedést, az nézi. Hosszú órákon keresztül szenvednek. Nézd. Ahelyett, hogy ennének, innának, azt jó lenne minden. Fél disznóvágásra egyébként nem készítettek még filmet. De biztos van. Egy-két Kusturica film, vagy nem tudom, biztos, hogy körbejártak. De hogy tényleg nem nagyon volt még ilyen film, ha belegondoltam. Pedig mennyi minden van abban. Hát. Mennyi minden. Dráma, érzelmek. 8 órát végigkövetni, és abból... Nóra, így a te vettő! Így a te vettő! Cserszeg a zsíra! Ott a dráma! Tessék, van benne dráma, ugye? Hová is itt a hagymás fér? A sógor nagyon berúgott, az nyilván humoros rész, ugye? Tehát meg lehetne csinálni benne mindent. Ez a bélbüdös. Kiposztak. Na! Készültem nektek egy kis meglepetéssel. Köszönöm. Na, mert tudjátok, hogyha én meglepetést hozok, úgy nem hoz senki. Az biztos. Ritkán hozok meglepetést, de akkor kedves vagyok. Látom rajtatok, hogy picit öregedtek, ráncosodtak. Ezért? Ez a kedvesség része? Ez már a meglepetés része. Ez már a felvezetés része. Ezért Julival közösen találtunk nektek valakit, aki segít abban, hogy hogy űzzük el a ráncokat, ugyanis van már ilyen, hogy arcjóga. Nem tudom, hogy erről hallottatok-e, az arcjóga lényege tulajdonképpen, hogy megtanulsz bizonyos mozdulatsorozatokat, amit nyilván az arcoddal csinálsz, különböző grimaszok és hasonló, és ezáltal elkezded szépen a ráncokat felszámolni az arcodon. Most nyilván barokkos túlzás, amit mondok, nem tűnnek el egyik napról a másikra, de ha fiatalon tartod az arcodat az arcjógával, akkor úgy fogsz kinézni 60 éven is, és mint egy friss 30 éves. Mint Medveszki. Igen. Mint Medveszki van már. És nem botokszal éred el, nem tudom, hogy ő botokszal, nem rámondom, nem botokszal. Nem, ő nem botokszal. Nem hialuronsavval, meg nem tudom milyen sósavas kezeléssel, hanem egyszerű arcjogával. Arcjoga. Ha Juli is benne van, ki kell raknunk a 18-as karikát? Tessék? Juli is benne van. De nem, nincs 18-as karika. Kós Viki megérkezett hozzánk, a vendégünk. Hello Viki, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Hello. Na hát gondoltam, hogy ennek a két vén öreg szatyornak... Meg se érdemeljük, hogy ilyen jó legyél hozzánk. Hozzak egy kis meglepetés ma reggel, mert nekem ez nagyon megtetszett, hogy arcjoga. Hát az ember már annyi mindent hall. Te arcjoga oktató vagy, akkor jól értem? Igen, gyakorlatilag Magyarországon én dolgoztam ki ezt az arcjoga módszert, és trénereket képzek, és oktatok is, igen. Mi sokat nevetünk reggel, az például segít? A ráncképződésben. A ráncképződésben, igen, mert ugye vannak a mimikai ráncok, amik a grimaszolás, nevetés, mosolygás, sírás, beszéd közben alakulnak ki, amik egy idő után, egy bizonyos kor után felerősödnek, és ebből lesznek majd az állandósult ráncok. Úgyhogy azért figyeljünk oda, hogy hogyan grimaszolunk, de én úgy gondolom, hogy inkább legyen egy-két szarkalá, de legyünk mosolygósak, mosolyogjunk, mint hogy lebigyedjen a viszont alsó nagyon fit legyen a bőrünk. Szájzunk, és fit legyen a bőrünk. Na, a 245-ös milyen állapotban van? Vessáljuk egy pillantást, ha már ez a mai reggeli meglepetés, elemezd ki őket. Mit látsz? Én imádom őket úgy, hogy elfogult vagyok. Abszolút szubjektív vagyok. Jó, de most képzeljük, hogy a Janit gyűlölöd. Jó? Legyen így. Legyen így. Tehát mondhatta volna Feri saját magát, de legyen inkább így. Na, és akkor viszont milyen állapotban van? 70-es születésű. Mennyire látszik rajta a koránkelés például? A koránkelés az igazából mindenkit megvisel. Tehát egy 7-8 órás alvást nem lehet se arcjogával, semmivel felülírni. Viszont Janinak szerintem totál tök jó állapotban van, állapotban van az arca. Na látom, milyen jó, hogy így kérdeztem. Amire lehetne gyúrni, azok a homlok vízszintes ráncai. Igen.
Na de az például a mimikai ránc, nem? Tehát a homlok viszintes ránc, állandóan, ha ráncolod a homlokodat, nevet, csodálkozol, akkor az oda szépen beleég, nem? Az eső elvezető. Esküszöm, ha folyik le az eső a kopasz fején, akkor jól. Sokat számít. Ez egy kiviszi oldal. Az egyenes csatorna? Tényleg. Ezért olyan, mintha mindig sírnál, eső mert az sarkába viszi a vizet. És mivel lehetne rajta segíteni? Az arcjogának az a lényege, hogy tudatosan összekapcsolod az arcizmokat. Tehát vannak olyan területek, olyan izmok, amiket túlságosan sokat feszítünk, megrövidülnek, és ugye a bőr meg az izom közvetlen összeköttetésben van egymással, tehát begyűri a bőrt, nem kapnak a szövetek megfelelő táplálékot, elindul ugye a 30 éves kor fölött az öregedési folyamat, tehát jönnek a ráncok. Viszont vannak olyan, tehát ezeket az izmokat érdemes lazítani. Azokat az izmokat, tehát gyakorlatilag amely... ugyanúgy megy, mint bármilyen más izomtípusnál, hogy... Abszolút, ugyanazok az izmok, a haláncsikot izom... és ezért nyújtsunk. Ezért nyújtsunk, és azokat az izmokat, amik pedig például az arc alsó részén, amik a gravitációnak engedve, ugye nem tudnak már a padlóra toccsanni, hanem az áll alsó részén megragadnak, és toka formájában rögzülnek, és ötszögletűvé válik az arc, de ezeket az izmokat pedig lehet erősíteni. De az a lényeg, hogy tudatosan összekapcsoljuk ezeket az izmokat, tudatosan használjuk őket. És akkor észre fogjuk venni, hogy sokkal kritikusabbak leszünk magunkkal szemben, másokkal szemben is, magunkkal szemben sokkal jobban odafigyelünk a mimikázásra. Például olyat nem csinálunk, amit Jani csinál, hogy fogja és most nincs tükör, nem tudom mutatni, fogja és meg két ujjával támasztja a szemét, és olyan jó kis mély szarkalába csinál. Nem, az a baj, ez egy begyakorolt formula, ez az okosan nézek. Csak még sehol nem ezt otthon gyakoroltam a tükör előtt. De miért most így összenyomja, akkor az úgy marad, nem már? Tényleg? Hát a sokszor csinálja valamit. Sokszor csinálja, akkor rögzül, igen. És tényleg úgy maradnak. És elmennék is oda, és így mennél haza. És hozzád elmennek az emberek, átöltöznek, majd beülnek arcjogára? És arcokat mozgattok egy órán keresztül? Arcadnyakadó. Ugyanúgy van Bikram arcjoga, Ashtanga arcjoga. Tehát, hogy igen. Viszik a joga téglájukat. Nem, gömbhal póz van, Tarzan póz. Szempillaropi. 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 És ez ugyanúgy lefárad az ember tőle? Vagy ez igen, ugyanúgy egy óra? Komolyan? És izomláz is lehet, igen. Különböző arci tréningek izomláz. Vannak, 4 órás tréningek, 2 órás tréningek, 1 órás gyakorlórák. Lefárad. És igen. Elsősorban igen. Hölgyek nyilván. Elsősorban hölgyek, igen, igen. Gyerekek, én a múltkor együtt jogáztam 6 darab 70 évessel, egy szempasiként, mert Viki helyett elmentem egy ilyen gerincjogára, mondtam, hogy nem mondd le, belmegyek helyette. Egyébként szórakoztató csak csajokkal jogázni, tehát az nincs baj. Na, mutass nekünk egy-két gyakorlatot. Csak még előtte hagyd kérdezem, hogy mennyi idő, amíg változást lehet ezzel elérni. Tehát valaki mondjuk elkezdi, 1-2 hónap múlva látja a saját arcán, hogy változik? Az első alkalommal már éreznek a hölgyek egy bizonyos, ugye az izompumpával egy helyi vérbőséget fokozunk. Tehát egy nagyon-nagyon friss érzést kipirul az arc, úgyhogy már az első alkalommal, ha valaki komolyan szeretné csinálni, nagyon sok függ attól, hogy kinek milyen a kötőszöveti állománya, ki milyen életmódot folytat. Ugye, ha csak napi 4 órát alszunk, akkor azért azt nem tudjuk arcjogával, meg semmivel felülírni, de azt mondom, hogy egy 6-8 hét, amikor már látszódnia kell az eredménynek, ha valaki heti 2-3 alkalommal komolyan teszi magát. Az 9:30-9. 6-8 hét. Most neki kezdünk. De hát ez a 6-8 hét. Ez... Ja, arra gondoltál, hogy meg 9 órára teránc van, vagy? Hát azért az inkább a botox. Tehát ott bemész ki össze, és akkor már ránctalan vagy. De arcjóga azért egy kicsit hosszabb idő. Na, mit csináljunk? Tessék, mutass nekünk valamit. Csináljunk egy gömbhalat. Jó, az arcnak az alsó részét. Aznak az alsó részét frissítsük. Jó. Mély levegőt veszünk. Most megpróbáljuk bent tartani a levegőt, koncentrálsz az arc két oldalára. Beszívod a levegőt, képzeld el azt, légy szíves, hogy mind a két arc feledbe, jobb és bal arcfélbe beletettem egy piros lufit. És azt egy piros lufit? Piros, lehet kék is, de legyen. Nem lényeges? Nem lehet zöld? Lehet zöld, lehet kék. Igen. Beletettem két lufit, színes lufit, és jól felfújod. Jó feszesre fújt fel, légy szíves. Arra figyelj, kérlek, hogy mind a két oldalad, ugye mindenkinek aszimmetrikus az arc, ezt az aszimmetriát ne növeljük, hanem inkább próbáljuk meg kiegyenlíteni a két oldalt. Igen. Próbáld meg mind a két oldaladat egyformán felfújni, egyformán feszíteni, és tolt kifelé a levegővel teli orcát.
van most ugye körbenézek, hát a bajuszkánk az igencsak ráncosodik. Tehát nem annyira. Ellazítjuk az arcunkat, és föl fogjuk tenni a bajuszkánkra a mutatójunkat és a középsőjunkat, és jó erősen lefogjuk a bajuszkánkat, és most fújjuk fel, csináljátok, és kitartjuk, és az arcod többi részét lazítsd el, ne ráncold a homlokot. Hogy lazítsa, mert hát közben feszítem az arcomat, tehát telebb a levegővel. Mondjuk ez rohadt nehéz. Emlékeztek? Igen. Az arc tudatos összekapcsolás, az arcizmok tudatos összekapcsolása. Pókháló szerűen vannak összekapcsolódva az izmok. Ne fulladjatok meg az óron keresztül, lehet levegőt venni. Jó, most ellazítunk. Bőrön át. Böllégzés semmit a bűnök. Jó, felfúj. Igen. Fújod, ide. Föl van. Fújja csak a szakállától, nem látodszik. Meg valószínű, hogy van bent két disznósajd a felének még tartani körülkötsi. Nem tudja nagyon felfújni. Most jött az egy nagy disznóvágásról, mindig elraktároz valami, mint Misi Mókus. Mindig van áll egy marék bőrsajtrágó. Igen, fölfújjuk. És akkor ezt meg tudjuk csinálni ötször. Utána már igencsak érezni fogjátok az arcoldalsó részét és a És akkor most mit csináltuk? A tokánkat? Nem, most az arc oldalsó részét, ugye, ami az artikulációban nektek nagyon fontos, a beszédben artikulációban. Tényleg érezni, hogy kicsit melegedik, vér megy bele, tehát ezt lehet érezni. Igen, és ezt lehet fokozni, lehet cizellálni, pulzával mozgatni, 190-nel, 1-2 percen keresztül. Kemény munka. 190 mivel? Autópályán? Ott 140-nel. Fölfújod, 100%-ra. Teljesen feszesre. És egy nagyon picit visszaengeded, egy 90-80%-os feszítésre. A hallgatók ülnek az autóban, meg a villamoson, és mindenki ilyen gömbhalpózban. Mindenki csinálja velük együtt. Aki esetleg nem hallgat minket, megy valahol, és azt nézi, hogy négy autóban ilyen felfújt arcú embereknek. Jézus Isten, mi történt? Gyerekek rángatják az anyukájuknak a kabát, hogy nézd a bácsi dalja. Nagyon furcsa. Nézd a bácsi, átment gömbhalba. Igen? Mit szoktak? Szoktak az autóba, de én azt ajánlom, hogy inkább a piros lámpánál. Nem menet közben. Érezni, hogy kicsit lehet. Az ember arca, oldalt, tényleg elkezdett egy kicsit feszülni. Igen, meg amikor igen, így vér megy. Igen, egy helyi vérfőségfokozás történik, az anyagcserét fokozzuk, ami ugye lelassul az idő előre haladtával. Na milyen, Feri? Átjött a szakállon keresztül? Egész más. Nagyon rendesen csináltam. Nagyon lelkismeretesen csináltam. A szakáll az kívül van, tudod? Tehát, hogy az attól még feszület az arcbőre. Vagy nem láttam, hogy mit csinálsz, mert a szakáll miatt nem nagyon lehet leolvasni az arcjátékodat. Egész más. Mi van még? Még egyet mutas. Hát most egy rád nézek, és Tarzan! Most egy rád nézek, Feri, és látszom, hogy nekem már mindegy. Teljesen fölösleges bármit csinál. Rád nézek, és Tarzan! A Tarzan mire jó? A Tarzan az egész arc, az összes arcizmot megdolgozza, az arcot felemeli, csináljuk, és akkor meglátod, hogy milyen szuper. Hogy üvölt a Tarzan? Ugye? Ez most olyan génes, nőies üvöltés volt, tehát egy nagy á betűt mondunk, azaz, toljuk fölfelé az izmokat, megfeszítesz mindent. De egy férfias Tarzan üvöltés. Tarzan megjött, és gyén valaki megcsinálta. Szuper. Tolod. Tartsd meg 10 másodpercig. Tartsd meg 10 másodpercig, fölfelé tolod az izmokat a szemöldök felé, és utána és húzod szét. És ezeket a... Ő ilyen alternatív Tarzan? Ő egy ebetűs Tarzan. Maszkulinabra emlékszem. Most megöllek, Kercsak. Csita. És ezzel mit csinálunk? Ezzel mit csináltunk most? Ez az összes arcizmot megmozgatja, illetve az arc alsó és középső részét. Ugye itt vannak az arc középső részén ezek a kis almácskák, amik fonnyadásnak indulnak egy idő után, ugye a zsírszövet az izom veszít, a feszességéből csúszik le. Ezáltal az orr és az ajak közötti barázdák elmélyülnek. Ezt a területet, ugye ezt a középső területet, az almácskákat dolgoztuk meg, és ezáltal az arc középső területét is fel lehet. Mennyit Tarzan csinálják naponta, hogy jó legyen? Mert én például azt látom, hogy az orrom mellett induló két kis ilyen, így kezdek buldogosodni. Tehát ez egy kicsit beesett. Erre egyébként az előző gömbhal is
Kicsit le is látod? Ez a védelránc. Le is látod? Igen. Ennyire látszik? Védelránc, igen. Csináljunk hozzá még víz, vagy függőleges vonalakat, és olyan lesz, mint a véder sisak. Orr-cimpáktól elindul, hogy a száj mellé van egy két ilyen kis autópálya. Ez egy kicsire el mariannárkosodott sajnos. Növesz vele bajuszt. Szörnyű. Szörnyen néz ki, ezt megállapítottam. Ez az előző gyakorlat erre jó? A gömbha gyakorlat is jó, igen. Igen? Igen, erre az órajog barázdára. És ez a tarzan külterületen oktatsz, vagy esetleg társasházba venni a tarzannál, szerintem azért. Igen, szoktak érdekes hangokat kiadni a hölgyek. Vannak olyan gyakorlatok, amik, amik ilyen erős artikulációval járnak. Igen. Nem szóltak még, hogy gond lenne, de nagyon, nagyon vicces szokott lenni. De az látszott, nagyon látszik egyébként tényleg. Tehát, hogy ez most vagy genetika, vagy valóban működik, amit mondasz, de hogy nagyon kevés látszó sok minden rajta. Együtt, tehát a genetika és az életmód. És az arcjoga. Hát gyerekek, meg vagyunk. Meg. Ennyit tudtam nektek segíteni. Látom, hogy milyen állapotban vagytok. De jobb már most szebb? Mit? Az, hogy neked annyi szőr van a fejeden, hogy én nem látom, hogy te hát rajtad de most mi van. Itt is van arc. Szemkörül mit lehet csinálni? Szem környéki ráncok. Erre a csajok allergiásak, félnek tőle. Lehet a... igen. Tudjuk csinálni a lepődj meg gyakorlatot, amikor... Imádom, nagyon jó. Gömbhal tarzan, lepődj meg. A szempilla ropit. Na, ropi. Összepréseled a két pillasort. Mivel? Behunyod a szemet, ja. Préseled össze a két pillasort. Mintha az alsó pillasorral el akarnád tolni a... Igen, el akarnád tolni a fősöt, a fősővel az alsót, és akkor közben, ugye mivel, hogy nagyon ráncolódik ilyenkor a bőr, föl szoktuk tenni egy speciális kéztartást, hogy védjük a ráncosodástól a bőrt. És amikor végigcsinálunk egy sorozatot, ugye 3 másodperc kitartás, ugye préselünk, 3 másodpercig kitartjuk. És sokat járta edzőterembe, vagy mi ott hallottam utoljára, hogy préseljét, tartsd ki. Egy komoly meló lehet azért az végig. Üvölcs, préselj, tartsd ki. Vagy a levegő. Komoly meló, és agyban nagyon ott kell lenni, mert koncentrálni kell az izmokra, koncentrálni kell az adott területre, mert a többi izmot, tehát nem csak az adott területet tornáztatod, vagy grimaszoltatod, hanem a többi területet is, akkor ugye ott ráncot képzel. Milyen komoly neurózis ez azért a mai világban, nem? Ez a félelem az öregedéstől és a ráncoktól. Tehát, hogy mindig ki kell találni valamit, hogy régen ez egy... Én nem tudom, én szerintem régen ennyire nem féltek. Tehát régen megöregedtél, eljárt feletted az idő, és hagytad magad szépen megöregeni. De ma van mindenkiben egy olyan félelem, nyilván ezt diktálják, ezt mondják, hogy ne öregedj meg, tartsd magad fiatalon. Tehát van egy nagyon komoly presszió, amit ugye a külvilágból kapsz. Ugye? Régen nem volt ellenszer, öregszünk, egy nem. De most ez egy közös tudatállapot, hogy ettől mindenki rettek, nem? Pedig a nő is tud szépen megöregedni, úgyhogy van egy-két ránca. Hát az egy nőnek jól tud állni, vagy attól tud szexi lenni? Igen, de valóban nagy a nyomás, és mindenki szeretne fiatal lenni. Ugye a fiatalság kultuszában élünk, és azért a jó kinézet, a természetes kinézet azért egy önbizalmat ad. És azért, ha belegondolunk, akkor egy párkapcsolatban is, a munkahelyen is, nagyon-nagyon sok minden függ attól, hogy hogyan nézünk ki, hogyan tartjuk magunkat. Mert azért nem mindegy, hogy egy 45 éves nő kinéz 55 évesnek, mert nem foglalkozik magával, nem érdekli, olyan életmódot folytat, hogy ez meglátszik az arcán, vagy egy 45 éves nő egy 40 évesnek vagy 35 évesnek néz ki. Azért ez optikailag 20 év különbség, és nagyon nem mindegy, sem a lelkünknek, sem az önbizalmunknak. Hogyne? Persze, hát ez nagyon-nagyon sokat számít, nagyon helyesemesek jönnek. Mellettem a srác, azt hittem, hogy nekem tátok. Aztán bekapcsoltam a rádiót, és mindent megértettem, Dávid. Mondtam, hogy... Még szerencsé, hogy a mellékutó jöttem, tüti hülyének néztek volna, pufi arccal, nagy tátikával vezettem folyamatosan. Basszus, mindenkinek nyitva van a szája a piros lámpánál, látom. Futák kötenek. Nem tudtam megtartani 10 másodpercig, mert nagyon röhögök. Igen. Balázs, remélem meglepetésből lesz Csontkovács is, mert a gömbhaltól kiakadt az állkapcsom. Vannak ilyen balesetek közben, amikor az emberek elszenvednek, hogy itt az nem jellemző? Nem, erre nagyon figyelünk. Uh-huh. Nagyon figyelünk. Mindig egy nyilatkozatot kitöltetek a vendégekkel, hogy tudjam azt, hogy az állkapocs milyen állapotban van, illetve vannak olyan rávezető gyakorlatok. Írja be a vendég, hogy milyen állapotban van az állkapcsom? Igen, nagyon, nagyon komoly probléma ez az állkapocs probléma. Kiakad, kattog, csattog, csikorgatja valaki a fogát. Vannak olyan rávezető gyakorlatok, amiből én le tudom mérni a tréningen azt, hogy van-e valamilyen rejtett állkapocs probléma. Igen, és akkor vannak kontraindikációk. Három napra így vagyok. Nem, olyan még nem fordult elő. Természetesen! Eltűntek! Miki, kirány vagy a gömbhal! Kirány!
Kösz, Miki, kösz, nagyon jó az óra. Törzs vendég. 10% kedvezmény Gábornak. Ő a hónap alciókása. Adjatok neki szívószálat. Érdekes dolog. Tokával mit csináljunk? Egy utolsó kérdés. Nagyon sok hallgató kérdezik, hogy lehet-e valamit. Hát kérlek szépen, mi úgy szoktuk, hogy piros paprikával lesztolni, és fokhagymával bedörzsöljük. De jó is van. De jó, imádom. És ezek a kaják jó, nem? Ez jó ránc ellen. Kimenjünk? Nagyon egymásra találtatok. Hogy jutottunk el fél óra arcjoga után a szalonnához? Nem én voltam, hát te kérdezted a Tokát, hát én csak mondtam. Ferinek mindjárt támad kedvelem, hogy megölj egy állatot. Gluténmentes kenyérre vagy savanyúsága, szerintem tökéletes. Na szóval mit csináljunk a Tokával? Tokával csináljunk nyelves oroszlánt. Mit szóltok? Nyelves oroszlánt. Záróakkortként egy nyelves oroszlánt. Nézzük, ez a tibulitok. Ez viszont egy kontraindikált gyakorlat, tehát ha valakinek az állkapcsával van valamilyen probléma, akkor az óvatosan saját felelősségre. Jó? 90 fokos szöveget zárjon be az áll és a nyak. Ezeknél drága hallgatók, ne legyetek puhák, kocsiban, vonaton, villamoson, autóbuszon, aki hallgat bennünket, utcán, nem elpuhulni, mindenki együtt csinálja velünk, jó? Nem ám aztán elsúnyulni az a 7-es buszon. Vissza, igen, meg van a 90. Jó, és akkor képzeljétek el, hogy voltak régen ezek az inkvizitorok, akiken fogóval kihúzták a nyelvünket. Aha. Képzeljétek el, hogy most én vagyok az a inkvizitor, megfogom a nyelveteket, mély levegőt vesztek, és amikor kifújjátok a levegőt, kihúzom a nyelveteket a fogóval, egész a nyelvgyökből jó erősen, és próbáljátok meg megnyalni az álcsúcsotokat a nyelvetek hegyével, mély levegő, és álcsúcsnyalás. És csak a nyelvet... Ez más. Kitartod 3 másodpercig, és utána egy kanalazó mozdulattal orrhegyet fogsz nyalni. Ezt is 3 másodpercig kitartod. Nem tudom megnyalni az orrhegyet. És újra álcsúcsnyalás, tartsd egyenesen a fejed, maradjon az a 90 fokos szög, álcsúcsnyalás, nyald meg. És orrhegynyalás. És ezt megcsináljuk 8-szor, utána lazítunk, hogy Igen. Ez jó, ez megerősíti ezeket a petyűt nyakizmokat, vagy nem is tudom, Tokát tulajdonképpen. Igen, tényleg érezni. A területét, igen. A nyelvcsont feletti izmokat, úgyhogy ez a beszédben is, artikulációban is nagyon fontos, nyelvet is edzeni kell. Hát gyerekek, ez volt már a meglepetés. Hát, köszönjük szépen. 10% kedvezmény áll nekünk ezek után. Miki, köszi, puszi neked, köszönjük szépen, sziasztok. Harcjoga oktatóval beszélgettünk, 9:03 jövünk a hírek után. 3:09 Egy perccel szép reggelt kívánom mindenkinek. A Nagyvárad térnél rendőri irányítással zajlik a kereszteződésben a forgalom. A fiúk nagyon értik a dolgukat, nincs fennakadás, gyorsabban átjutottam, mint lámpával. Na, hát ez mindenképpen jó hír. Azt hittem, hogy ez rólunk szól, hogy mi értjük nagyon a dolgunkat, de nem mindig. Nem, a rendőrök is ráadásul jól csinálják. Hát végre szegényeket, valaki dicséri őket. Annyian bántják, hogy most trafiznek, meg itt állnak, ott állnak, küldik őket, ez a dolguk. Hát most megdicsérik őket, jól végzik a munkájukat. Jól egyébként tényleg jobb a rendőri forgalom irányítás. Sokkal látja, hogy hol van több ember, már engedi is, a lámpa meg ugye egy programot hajt végre. És ott tényleg jéghideg profinak kellene. Nincs olyan, hogy valaki elmegy mellett egy ismerős szomszéd, érted, rád dudál vissza. Hello, Sanyika, mi van? Egymásnak megy az Orci út, meg azért, nem tudom, brutál dugó baleset, igen. Az uglói vasútállomáson megállt az élet, 30 percen nem indult semmilyen nyugati felé, magyarázatot nem adtak, pattanjatok BKV-ra. Ezt Dorci küldte nekünk, Dorci, köszi, hogy elküldted. Pont sírni akartam, mert elhagyott a szerelmem, erre meg táncolok, na majd utána bőgök. Isteni ez a doktorában. A kukás autóban csináltam a nyelvtornát, mire odajött egy néni, hogy hívjon-e orvost. fiatalember, jól van? Csúnya agybérzés. Mondom, már jól vagyok, köszönöm szépen. Gyerekek, autóban ülök, mindenki hülyének néz, veletek együtt csináltam az egészet, mellettem átnéztem, nem akarták elhinni, hogy mit csinálok, egy komplett család nézett, írja valaki, teljesen betegek vagytok. A fél villamos nyalta az állát, a másik fele meg bután nézett. Srácok, edzettem veletek, buszsofőr vagyok, pihenőm van, most hívtak rám mentőt, valószínűleg nem hallgattak titeket. Buszos Roli küldte nekünk, köszönjük szépen. Nem tudtam megnyelni az orromat, megnyaltam a munkatársam, itt az ér, kérdezte, hogy hallgatom. Szerintem ér. Igen, fura rádióban hallani, ezt nyalt. A gyerekek, ez aztán teljesen ártatlan.
Igazából ez az arc jóga. És ez erről szól, hogy nyelvet kell mozgatni, arcizmokat kell mozgatni. De érzitek egyébként a hatását? Hogy? Kicsit olyan, mint amikor a hideg megcsípi az arcodat, és mintha egy 100 tűvel bizsergetnék a bőrödet. Jó, egyébként tényleg jó. Jó érzés. Nem mondom, hogy azért így 50 artikuláló Tarzan pózban ülő nő közé elmennék egy szempaliként. Gömbhalat csinálni. Én oda el. Gömbhalként, Ferikém, nagyon jó gömbhal vagy, nagyon jó gömbhal vagy, Gabikám húzzál bele, jönnének az instrukciók, de nem rossz. Egyébként így csinálva nem rossz. Tényleg. Nekem nincs ez szükségem egyébként. Nagyon szórakoztató, nagyon jó, de most hogy megírt egyik kedves hallgatónk, hogy nekem itt középen ez a vízszintes vonal az nem ránc, hanem dilatációs vonal, azóta tudom, hogy annak ott kell lennie. Annyi, hogy Janinál ez nyáron látszik, télen a helyére megy. Tehát mindig van, hogy a hőtágulás megtörténik, úgy mélyül egy picit, azt hiszem, hogy jön a hideg, akkor meg a helyére ugrik, igen. A Rákóczi hídon gigadugó van. Papino küldte nekünk. Köszönjük szépen. Holnap szakvizsgázom, de most egy perccel eldobtam minden jegyzetet, és énekelve táncoltam a doktor Almára. Jól van. Na, hát ennyit erről. Köszönjük szépen. Helyes csaj volt, Viki, nem? Nagyon aranyos. Aranyos volt. Kedves, lendületes, tényleg. Jó. Temperamentumos, igen. Meg az a típus, akiből egy árad a jó kedv. Tehát, hogy ránézel, és akkor jobb kedved lesz tőle. Igen, pozitív nagyon. Csaj volt nagyon. Megmutatjuk, hogy mi a beugrő. Jó, figyeljen mindenki. Ez a beugró hármas ugráshoz. Mutasd meg még egyszer. Ugye, nem, úgy olyan, hogy nem figyeltünk volna, vagy így hirtelen, igen. Hát. Aha, bejjebb vagyunk. Igen. Tudjuk? Igen. Tudunk egy-kettőt. Hát nem is nekünk kell, a hallgatónak. Tudunk egy-kettő. Drága hallgató, kettő darab dalcím, kettő darab előadó, küldjetek el nekünk, jó? Julival folytatjuk, mindjárt érkezik hozzánk. Tegnap, most még egy, majd bedobom az ezrest, hogy szeretnék megint szakvéleményt kérni tőletek. Tegnap fölhívtak telefonon egy ismeretlen szám, de én föl szoktam venni, mondom, mégiscsak beszélgetünk, mondom, hogy jó napot kívánok. Szóval a hölgy, hogy mit te, kis Viktória, az akármilyen... Ismeretlen szám vagyok. Nem ismeretlen szám, kis Viktória vagyok, a nem tudom milyen klinikáról. Mondom, jó napot kívánok, mivel tudok segíteni? Hát nem, azt mondja, nem maga tud segíteni, én tudok segíteni magán. Nem mondott komolyan. Megjött a szövettan eredmény. De várjál, nem. Hát nem voltam klinikán. De hogy ne. Ja, a hátamban. De az nem, azt most már kivették a varatot, az jól van. Szakembereink nézték a televíziót, itt már így nem, azt se tudtam, hogy, és azt vettük észre, hogy magának hajbeültetésre van szüksége, Ferenc. Nem mondott komolyan. Gyerekek, nem hittem el, olyan marketing van, hogy fogalmam nincs. Mondtam, ne haragudjon, hogy micsoda. Hogy szakembereink nézték a televíziót, és még egyszer ugyanazt elmondtam, nyilván láttak valahol. És visszakérdezte, hogy akkor a vadonnak mire van szükség? Gyeptéglára. Helyes gyeptéglára, csak ami beborítja az egész fehét. Fél méteres gyeptéglára. Hadd lógjon le a hátáig, és hogy magának hajbeültetés van szüksége. Nem mondod komolyan. Esküszöm. Tehát, hogy megkeresnek közéleti személyiséget, hírességet, akiket látnak. Így van, televízióban, és azt mondta, hogy akkor ő... De honnan tudják meg a számadat? Hát szerintem valami sajtós, gondolom, vagy nem tudom, vagy lehet, hogy van egy ilyen... Hello, ez a klinika, vagy adnál meg a Ferit, mert rácsörögnénk, hogy hajbeültetést ajánlanál neki. Jó. Ez így megy? Hát gondolom. Dobd át a Feri számát, nem valaki tudom. Átdobja és felhívnak? Nem tudom, hát ugye... Nem kérdezted meg, hogy milyen műsorban? Azt nem. Miért vicces lett volna? Mert én annyira felhúztam ezen magam, és mondtam neki, hogy ne haragudjon, nekem nincsenek haj problémáim, semmi bajom nincs a hajammal. És még mondta, és még erre még egyszer elmondta, hogy de a mi szakembereink azt látják, hogy magának szüksége van hajbeültetést. És mondtam, hogy ha a gemik kopasz leszek, ezt már így mondtam neki, akkor se fogok hajat beültetni, mert akkor én úgy leszek szép, tehát nem akarok hajat beültetni. De hogy jöjjön be hozzánk, beszélgessünk. Ezt megint elmondja, de a szakemberek az negyedjére nem mondta. Ön egy robot? Ön érti, amit mondott? Negyedjére már nem mondta, viszont azt mondta, hogy de menjek be egy konzultációra. És mondtam, hogy hölgyem, nem érti?
Tehát nincs bajom, én jó vagyok, így, ahogy vagyok. És kedves volt, vagy ilyen kedvesen erőszakos? Kedvesen erőszakos. Kedvesen erőszakos, kedvesen erőszakos volt. Tehát erőszakos. Amikor már ez tényleg negyedjére mondta el, hogy de a szakembereink azt látják, hogy magának szükség. Én nem vagyok szakember, de magának agybeültetésre van szüksége ez alapján. Csekkoltad a klinikát? Nem mondottad, hogy valaki szivat? Nem gondoltad, hölgyem, milyen klinika, melyek nézted, vagy hogy milyen... Nem. Hát visszahívjam. Tessék? Fölhívjam. Nem, csak kíváncsiak, hogy létezik-e, vagy valaki, nem tudom, te arra gondolod, hogy valaki hűr. Hogy. Igen, Schwarzwald klinika. Dr. Brinkmann vagyok. Itt áll mellettem Udo. Önnek hajbeültetése van szükség. Asszisztense vagyok. Elkenővér, elkenővér, jöjjön gyorsan. Meg se jegyeztem a klinikát, megmondom őszintén, mert annyira meglepődtem. Egyrészt már amikor, hogy ő a mit, milyen klinikára. Biztos megkérdeztem, hogy ne arra, hogy honnan van meg a számom, ne arra, hogy miért gondolta, hogy föl. Tehát, annyira fölhúztam meg magam. Ráadásul tök bántó. Tehát, hogy... nekem is olyan rosszul esetett. Nem esik jól, igen. Igen. Láttuk a tévében. Önnek hajbeültetésre van szüksége. Mi van? A mondat, amit nem akarsz hallani, tudod. Hajbeültetése, toka felvarrásra is. Még engem meg a múltkor felhívtak egy Buffalo cipőket forgalmazó cég. De nem. Önnek magas szárú cipőre van szüksége. Önnek 16 cm-re van még szüksége az átlagos testmagassághoz. Igen. Most mit szólna hozzá, hogyha meglepnénk önnek? Önnek Balázs pedig egy arcát ültető műtétre van szüksége, hogy kisebb legyen. Négy olyan páciensünk is van, aki arcdonorra vár jelenleg az ön arcából, őket is el lehetne látni. Négy másik arcot is meg tudunk oldani az ön arcából, kedves Balázs, jöjjön be a klinikánkra. Figyelj, ez több mint szemtelen, ez elképesztő pofátlan. Szerintem. Egyrészt, hogy felhívnak, hogy zaklatnak, hogy megtudják a számodat, hogy nem e-mailben írnak, és ráadásul nyomatékosítják, hogy szarul nézel ki, és menjél hajbeültetni. Tehát rossz a marketing, mert nem akarsz jó helyre elmenni, hogy egyébként elmondják neked, hogy hát jöjjön már, mert olyan rosszul néz ki. De hajbeültetésen majd olyan szép lesz. Válaszol minket. Hát ez nem hangzik túl mert jól. Ha még az, hogy mit te, milyen klinika vagyunk, hogy kapsz egy e-mailt, hogy Ferenc, ha van kedve, jöjjön be hozzánk. Igen, csak azt gondolod, vagy igen, megtalálták igen, a nevedet valahogy, az e-mail címedet, de telefonon fölhívnak. És így egészen konkrétan, hogy szakembereink szerint önnek nincs haja, vagy kevés haja, jöjjön be egy hajbeültetésre. Meg kellett volna kérdezni, hogy milyen műsor. Hát, hogy totál összekevertek valaki, hogy fingelem volt, hogy milyen műsorban szerepel, szerepelték, ki vagy. Tudod, neki kiadták, hívd őt, és mondod, hogy látod. Elnézést, milyen műsorban látod? Ez is hol látod? Hogy hol Szűtko úr? Nem minden, de most is magát hogy nézze. Összekevertek a vágó, hogy csak jó, hát a legyen ön is minél volt. Hát, tudom én, az Éde Hotelben hülye az a Berki, tök kopasz, én Rákóczi vagyok. Nem érted, hogy ez teljesen más. Meg kellett volna egy csomó, én egy csomó mindent megkérdeztem. Én annyira fölhúztam magam. Mi lesz a következő, hogy Rákóczi úr szakemberig megalapították az ön Horpat Schlitzinek a látványa alapján. Hogy már nem olyan a műszer. Igen, egy ugorjon be egy rác felvarrás. Ez is lehet elegánsan csinálni, érted? Vagy szépen csinálni. Ez nem elegáns. De ez nem az volt. Ez nem az volt, ez ilyen kicsit pronyó, kicsit izé, hogy már, na, jöjjön be, akkor beültetjük. De szivattak téged. Ezzel? De mi ki? Nem telefonálnak itt klinikák, hogy jöjjön hozzánk hajbeültetni. Láttuk a tévében önnek hajbeültetés. Hát figyelj, visszahívja. Kérde le Vócsert, elmegyek helyett. Tani elmegy, hát van ott valami kozmetikai kezelés, vagy valami. Ja, hívjuk már vissza. Simán. Jó, reklám alatt visszahívjuk. Jó, 4 perc, pontosan 9 óra mindjárt utána járunk, hogy mi történt. Juli rovatával folytatjuk, mert a Juli is érkezik hozzánk, úgyhogy ő jön a hírek után. 9 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon, egy Madonna után, és már is mondjuk, hogy mi a helyzet az utakon. Rákóczi Ildó, nem, hogy giga, dugó, semmilyen dugó nincs. Köszönjük szépen. KPM ellenőrzés van viszont Oroszlányról, Székesfehérvárra vezető úton. Gand előtt ezt Poca küldte nekünk. Gand, gondolom, nem? Gand. Gand. Akkor Gandhi, nem Gandhi, ugye? Így van. Kunhegyes, Kumodaras között a 34-es úton teljes utzár felborult mentő miatt. Csé üzente nekünk, és Papino írja, hogy a lányvenség dugó van, de akkor nincs. Az uglói vasútállomáson megállt az élet 30 perce, nem indult semmi a nyugati felé. Papino és a másik hallgatunk vidáman elvitatkozik rajtunk keresztül, hogy van dugó, nincs dugó, de mondom, hogy van, de mondom, hogy nincs, de hitte, hogy van. Igen, óriási dugó van a lánymenőség, kettővel később, a lánymenőség semmilyen dugó nincsen, de igen, nem, nincsen, most jöttem át, de én is most jöttem át, nem vagyok el. Elképesztő, tehát ugyanarról a hívról beszélünk, és két órája vívnak egymásról, hogy van dugó, nincs dugó, de van, de nincs, de hidd el, hogy van, de itt állok, most mentem. Az nem a lánymenőség, hanem a szabadság. De hogy is, csak tudom, itt élek 20 évet, ahogy érsz itt 20 évet. És ez menne. Na, egyelőre elakadtunk, nem sikerült kinyomozni, hogy kihívta Ferit. Nem sikerült kinyomozni, mert vagy nem veszik föl, vagy máshova csörög, még egy tévétársaság is felvette ezen a számon, nem akarom mondani, hogy melyik, teljesen mindegy. A lényeg, hogy egyelőre nem jövünk rá, hogy kihívta Ferit, hogy már pedig jön hajbeültetés szeretne. Felhívták, ugye Ferit tegnap elmondta ezt a történetet, egy nem magánszámról, hanem egy ismeretlen számról.
és próbáltuk visszahívni, de egészen fura hívásokba botlottunk, minden esetre nem értünk el senkit. Nem értünk el senkit, aki hajbeütetéssel foglalkozik. Civil foglalkozást választott inkább. Igen, valaki teljesen privát számon felvette, hogy ez ő, már pedig higgyük el, hogy ez egy civil szám és magánszám és magánlakás. De nem tudjuk, hogy ki hívta Ferit azzal, hogy már pedig önhajbeütetés szeretne, láttuk a tévében. Ha újra hívnak, mindenképpen kérdezd meg. Jó, jó? Jó, fölírom az adatokat, hát ha valakinek szüksége van rá. Jó, jó, hát tényleg. Csak átadjuk. Szenzációs. Már pedig önnek hajbeütetés. Már pedig maga szerintük, de nem kérem, de higgye. De már pedig, igen. Na, úgyhogy egyelőre ezzel elakadtunk, nem teljesen máshol csörök ki. Mert lehet, hogy átirányítják magukat, az már ilyen nagyon összeesküvés, hogy ellopnak számokat, és privát klinikák idegen számokról hívogattak, hogy ne tudd őket vissza. Meg nem értem a célt, tehát ha ez van, hogy akkor mi, de hova megyek be, ha nem létező klinikára, vagy... Hát ezért mondom, hogy meg kellett volna kérdezni. Titokzat a sztori ez. Igen, és olyan fontos nekik, hogy legyen több haj a fejed? Hát mert pénzbe kerül. Mert a Feri elmegy és elkölt egy csomó pénzt. Szerintem inkább arról lehet szó, hogy megcsinálják, és akkor majd lesz belőle két cikk, és akkor az jó lesz a klinikában. Aha. Ja, értem. De akkor miért nem ezzel keres meg, érted? Tehát, hogy akkor van egy nagyon jó lehetőségünk. Egy üzleti ajánlat. Igen, van egy üzleti ajánlat. De nem volt az. Mi az elegáns, hogy önkopasz jöjjön be hozzánk? Rossz volt a kommunikáció, elcsúszott valahol. Láttuk a tévében, nagyon rosszul néz ki. Jöjjön már be, ültessen már be egy kis ölt, segítünk magám. Hát, Ferenc. Hogy tetszik mondani, ki magam? Mit akar? Hát, kéne egy kis haj a fejére. Na jó van, és itt letetted volna. Igen. Na jó van, megyünk tovább Julival, aki már itt is van. Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello! Sziasztok! Jó reggelt! Hello, Juli! Csinálom a gyakorlatokat. Na, hallgattad az arcjogát? Mm-hmm. Helyes volt, nem? Mm-hmm. Nagyon lett. Én csak a... Ne fogaszt is, marám. Egyébként van ilyen is, amikor így rá kell húznod. Van, ez egy gyakorlat, igen, ha jól fogadod. Akkor is ezek a finom mimikai ráncok tűnnek el, vagy simulnak ki. Nekünk a Tarzan a kedvencünk. Tarzan? De a kiakatákat tud Tarzan. Mik ugye elmondta, arcjogával foglalkoztunk az előző órában, hát ha valaki nem hallotta, hogy van néha egy-két arcjoga baleset, amikor valakinek kiakad az arca, az állkapcsa, és hát óvatosan kell az ilyen gyakorlatokat. Amikor a Miro elesett, a baleseti sebészeten volt egy srác, aki nyit a szája, ott ült kint a folyosón, 15 percig folyt ki a nyál a száján. Ez egy isten csapás, ha valakinek így gyakorlatilag kiakad. Nem tudjuk, mi történt, de ott állt mellette a haver, nagyon fáradtak voltak mind a ketten, valószínűleg valami buli volt, vagy valami verekedés. Van ismerős, hogy nagyon könnyen kiakad, és rettentő kellemetlen. És akkor ülsz, és akkor bement, és 20 perc múlva kijött, és akkor már be volt csukva a szája. Olyankor mit csinálsz? Viszont nem tudtak nyitni. Visszarakják, ahogy egy csontot is, nem tudom, a ficam, nem tudom, visszarakják. Akkor ez helyi érzéstelenítéssel, vagy csak úgy? Én szerintem az egy mozdulat. Hát ez egy jó, figyelj, háromra, egy, kettő, azt mondta, hogy három. Hát, ez ott tudik benne. Igen. Ó, szörnyű. Ez egy fájós dolog lehet. Ma reggel álltam a ruhás szekrény előtt, és azon gondolkodtam, hogy olyan férfiakkal is van olyan, hogy álltok, nem tudjátok már becsukni a rengeteg ruhától a szekrény, nincs, de azt mondom, hogy nem vesztek egy rongyot sem. Bam, ezt tudod miről össze, hogy valami újat vennél fel, amit még nem unsz? Tehát, hogy ez... A ruhákat unod, de közben magadat unod kicsit, nem? És felvennél valami olyat, amiben nem unod magad. Én is szoktam így érezni, hogy valamit, amit még nem vettél föl, de nem tudsz minden napot felvenni. Nem, akkor kinyitja a Vikinek az oldalát. Sokszor szoktuk látni, hogy ilyen bejövőnek. Viki felsőjét mondom, kicsim, ne keresd, mert van rajtam van. Kicsit. Ez a bolero nem is rosszul, és megpörtül. Igen, ledom a boxerásomat, felveszem a fehér neműjét, szeretem, ahogy bevág, mire felébredek, mire beérek, már jól fel is ébredek. Nem, tényleg én is érzem néha, hogy valami újat vennél föl, aha, vagy valami más. De nincs szívem kidobálni az előzőeket, mert nem kell attól kidobni. Nem kidobálni, elajándékozni, vagy leszortírozni. Nem, egyáltalán nincsen kedvem, de közben ott állok, és nem, ezt sem akarom felvenni, azt sem akarom felvenni, azt sem, de akkor mit húzzak föl? Tök érdekes, hogy én például nem így élem meg ezt a dolgot, de mindig ugyanazt akarom fölvenni. Csak nem akar, tehát hogy azért nem veszem fel, mert nem akarom, hogy ilyen kellemetlen legyen, mindig ugyanabban látnak. Van mert egy valamilyen, egy picit ilyen igénytelennek tűnik, de most komolyan, tehát hogy én mindig azért rotálom a ruhadarabokat, amik rajtam vannak, mert nem akarom, hogy igen, pedig tényleg. Én egyszerűen nem érzem magam jól sok olyan cuccba, amiben járok, meg amit fölveszek magamra, mert van 2-3 standard, amiben éjjel-nappal lennék.
Gyere mindig szürke pucsi, engem nem zavar, hogy igénytelen vagy. Nem vagyok igénytelen, nem, csak a szokásabb rabja vagy. Komolyan van, ha jól esik, gyere abba. Hát most előttünk nem kell. Zavar. Nem kell igénytelen. Nem, mindig nem, az igénytelen is az nem ez, de... Ahogy te szeretsz, Bali. Nem, hát most nem, mert nem figyeltetek elég. Mert azt mondta, hogy azért nem akarja felvenni, mert igénytelennek gondolják. Erre mondtam én, hogy engem nem zavar, hogy igénytelen vagy. Tehát, hogy én nem tartalak annak, vagy engem nem mondanám azt, hogy igénytelen vagy. Pont azt mondod, hogy nem zavar. Gondolod. Nem zavar, hogy igénytelen vagy, de erre gondolom. Látod, én is erre gondoltam. Gyere minden nap szürke vagy fekete, úgy nem, nincs néha vágyat, hogy felvegyél egy kicsit mást. Semmi. Ha tehet, hogy minden nap ugyanazt a pólót leakasztanád és felvennéd. Akárhány ilyen tévfelvétel elmegyek, például ott van a szombat este, ott állandóan mindig mindenkitől hallom, legutóbb Viktor, hogy mindig ilyenek meg Lacitot. Mindig ilyeneket kéne hordanod, mindig ilyeneket fel kéne venni, ilyen kis sárga pulcsit meg. Néha jól áll, ha kicsit öltözködsz. Na, Jani. Tényleg, mert nem azt mondom, hogy járjál mindig csak egy ilyenben. Nem érzem benne jól magam, feszengek. Tehát, hogy nem kényelmes igazából. Nem zakóban kell. Mondjuk imádnám bejönni ide ki zakóban. Én jönnék be. Mi van névnapodban? És fehér ringben. És mappámat tudod. Igen, megyek üzletet kötni délután. Jó, igaz, és lézerpointeremet. Na, mi újság, Gyuri? No, gyerekneveléssel kapcsolatosan szeretném most a tanácsadokat kérni, ugyanis egy picit elakadtam. A büntetéssel kapcsolatosan lenne kérdésem, mert na, hogy egyre inkább kérdés. Az az érzésem, hogy eszköztelenné váltam, és nyilván most nem tippeket vagy várok, nem hogy verjem, vagy kukoricán térdepeltessem, vagy valami hasonló. Mindkettőt. Igen, a tutira menjünk. Hanem leginkább magával a büntetéssel kapcsolatosan van problémám, egyre inkább az az érzésem, hogy ez a módszer, mint olyan hatástalan. Aha. Ugyanis... múltkor volt egy ilyen nagyobb összeveszésünk a gyerekekkel, és utána volt mondjuk 10 percem arra, hogy leüljek és egy kicsit végig gondoljam, hogy mi a franc történt, hogy honnan, hogy hova jutottunk, hogy miért jutottunk el ide, és egyébként persze nyilván minden gyerek meg felnőtt veszekszik egymással, és ilyenkor sokszor bocsánatot is kérünk egymást, tehát mindig van egy feloldás, de azon filóztam, hogy tulajdonképpen miről szól a büntetés. A büntetés ugye az arról szól, hogy kijelölsz határokat, amiket a gyerek módszeresen átlép, és akkor te ezt valamilyen módszerrel megtorlod, vagy hát legalábbis tehát nem hagyod szó nélkül, ennek valami következménye kell, hogy... De várjál, te most már arról beszélsz, amikor a kiszabott büntetési határt lépi nem, át a nem, gyerek? Nem. Azt, hogy rosszalkodik, és valamit büntetsz. És ezt úgy csinálod, hogy valamilyen rossz érzést keltesz benne. Azt, hogy milyen módszerrel éred el ezt a rossz érzést, az teljesen változó, ugye ez szülőknél változik, van, aki odacsap, van, aki szóval bánt, van, aki megvon valamit, én például ennek a híve szoktam lenni, valami programot szoktam általában megvonni. De hogy mit érez cserébe a gyerek? Azt érzi, hogy te tudatos munkával okozol neki fájdalmat, és ebben az állapotban várod tőle az együttműködést, illetve a megbánást, illetve az, hogy ő majd jobb belátásra bír. Tehát nem azt segíted neki, hogy az az út, ameddig ő eljutott a rosszalkodásig, vagy hogy elérte azt a pontot, hogy én most már üvöltök és hisztizek, hogy ezt elkerüljük, hanem én ezt a pontot jutalmazom valamivel, de ezt a pontot nem tudom neki megoldani. Érted? Ezt az utat, aha, hogy ő eljusson odáig, hogy rosszalkodjon. De hát ő okos, tehát hogy tudja, hogy annak az útnak az a következménye, hogy megvonsz tőle valamit. Tehát, hogy szerintem ezzel nincs semmi gond, azt mondod, hogy megvonztál egy programot, egyébként szerintem is ez a járható út, vagy nem programot, hanem valami olyan tevékenységet mondjuk, amit ő szeret végezni. És akkor azt mondod neki, hogy jó, akkor megmondod neki egészen konkrét, hogy mi ez, akkor azzal követnéd el a hibát, hogyha akkor nem büntetnéd meg, amikor te megígértenek. Azt mondom neki, hogy mit tudom én, még kétszer belerúgsz abba, nem tudom, szekrénynek az oldalába. Akkor eltöröm a lábad, és ha nem töröd el neki, érted, akkor már mi rögtön kicsit tudja. Talán sarkos. Talán nem biztos, hogy János, hogy erre akartak kivézni. Ha hibát ott követed el, ha hibát ott követed el, ha a beígért büntetést nem kapja meg. Elmarad. Az bajom, hogy egyre messzebbre és messzebbre megyünk. Tehát rászólsz egyszer, rászólsz kétszer, rászólsz háromszor, szépen kéred, imádkozol, fenyegetőzöl sokszor, de te sem akarsz állandóan, mint egy hajcsár ott állni a nyomában, és állandóan mindenre lecsapni, mert hogy basszus kulcs, tehát hazahozod 5 órakor a gyereket, 8-ig vagytok együtt, és azt a 3 órát állandóan azzal tölteni, hogy folyton regulázod, hogy folyton határokat szabsz, hogy folyton megkövetelsz. Oké, rendben, én hagyom. Nem arról van szó, hogy én ott állok, mint egy kápó, és várom, hogy
mikor hibáznak valamit, amire én lecsaphassak. Nem. Most egy kicsit az előző mondatodból ez jött ki, hogy a három óra az azzal telik, hogy te figyeled, hogy a határokat, amiket te megszabtál, és ez is milyen érdekes, hogy egy önálló, gondolkodó lénynek te azon a jogon szabsz meg határokat, hogy te vagy az anyja. Igen. Érted? Ezt most egy kicsit nyilván a másik oldalra állok, mert kellenek a határok, de azért te azért csak azért, mert te a szüleje vagy, te azt mondod neki, hogy már pedig most már nem veszed elő azt a játékot. Miért ne venni? Hát de miért venni? Hát nem, ez nem így működik. Akkor hát ne szabjunk határt a gyerekeinek, és hazamegyünk, és 6-tól 9-ig mindenki azt semmit akar. Látod, de akkor most hogy ez meg megint a másik, hogy semmilyen határt ne szabjál, vagy szabjál. Nyilván kell valami határt hát szabni. Persze, hogy kell. De hát azért vagy a gyerek anyja, meg az apja, hogy bizonyos korlátok közé rakd a gyerekedet. Aki egyébként korlátok nélkül sokkal rosszabbul érzi magát, mint a korlátok közé rakod. Nem azért rakod, mert az anyja, hanem mert fel kell készíteni bizonyos viselkedés formákra, amiből ő majd később kamatozik. Hát a gyerek azt se hatta, náltos részem, hogy azt se a gyerek hatta, nem csinál azt, akar, nem? Csak ugye az érdekes, hogy mikre már a Juli szerintem már mindenre ugrott például tegnap. Hát nem, vagy van az állapot, amikor már mindenre ugrasz, de nem egyébként, hiszen nem erről van nem szó. Ezt mondja. Nem. Nekem leginkább az a bajom, hogy azt vettem észre, hogy nem oldom meg a büntetéssel. Tehát nem érem el a célomat hosszú távon, érted? Tehát nem fogja ő felfogni attól, hogyha a húgát piszkálja állandóan a Milán, és oda megy és kekeckedik vele, az valaminek a jele. Tehát az annak a jele, hogy ő valamit nem kap meg, valami mondjuk figyelmet, vagy valami odafigyelést, vagy valamit, amit én nem tudok neki megadni, igen, ezért odaáll, és elkezdi csesztetni a húgát. De csinál bosszút azért, mert hogy te nem foglalkozol, igen, vagy nem tudsz vele eleget foglalkozni. Hát valószínű, hogy ez annak a tünete, tehát hogyha ők elkezdenek egymás ellen fordulni, vagy egymást elkezdik piszkálni, vagy bántani, akkor az valószínű annak a tünete, hogy én nem foglalkozom velük eleget. Hát bármi más. Nem annak. De valami kiváltó oka biztos, az, hogy van. Az, hogy bántja testvérem. Tehát a testvéri érzés a legambivalensebb. Egyszerre gyűlöli, egyszerre szereti, néha megölelni. Ez egy tök természetes dolog, hogy cseszteti a testvérját. Mindenhol van testvérharc. Tehát a testvéri érzelem, főleg, ha van egy idősebb gyerek, és megjön egy fiatalabb, az a gyereknek a legnehezebben feldolgozható érzelem. Mert imádja az öccsét vagy a húgát, de közben tromfosztott lett, de közben az egyik pillanatban oda megy, jó belecsúl, mert rohadt féltékeny, mert kicsit még többet ölelgetik, közben a másik pillanatban megbánja, és szereti, és sajnálja, hogy ezt tette. Ez egy tök természetes dolog, hogy a két gyerek cseszteti egymást, ahol testvérek vannak, ott az esetek nagy többségében ölik egymást. Játékon, fürdésen, alváson, mesén, kaján. Hát ez. De értem, hogy idegesít, és tökre értem, hogy ezt te szankcionálni akarod, de ez nem azért van, mert az nem a baj, foglalkozol velük eleget. A célomat. A büntetésen valóban nem. Hiába rossz érzést a gyerekben, és hiába szenvedünk mind a ketten attól az állapottól, amiben utána kerül, ez nem a megoldása a dolgoknak. Akkor rosszabb csak büntetés. Csak nincsen más. Tehát akkor rossz eszközöket használsz. De akkor milyen eszközöket használsz? Hát nem tudom, mert nem ismerem a gyerekeidet, tehát hogy nem tudom, hogy mit kellene megvonni attól tőlük ahhoz, hogy leessen nekik a tantusz, hogy a Milánt mivel kell büntetni, hogy a kislányodat mivel kell büntetni. Lehet, hogy egymástól el kell őket ilyen esetben távolítani, akkor az egyik sarokba, a másik sarokba, az egyik jön veled, a másik meg csináljon azt, amit akar. Sokkal több figyelmet kap ezért a kisebb, mert azt mondod neki, hogy jó, hogyha bántod a kisebbet, akkor hogy hívják, akkor nem játszhat. Mit tudom én? Tehát nem ismerem a gyerekeket. Neked kell megtalálni azokat a pontokat az ő kis értékrendszerünkben, amik a legjobban fájnak, ha megvonod őket, vagy korlátozod őket benne. Egy csomót beszélgettem anyukákkal, akik főleg több gyerekes anyukákkal, akik azt mondták, hogy baromi nehéz két gyereket egyszerre büntetni. Jó, ha egyszer elököttek, meg gurul el nekik a gyógyszer, akkor tök egyszerű, mert hogy tulajdonképpen mind a kettőt büntibe vágod. De egy csomószor van az, hogy csak az egyik nagyon szakad el a cérna, a másik mint egy egyensúlyozás képen tök kiegyensúlyozott marad, sőt félrevonul, elkezd rajzolni, és még az is van, hogy nagyon kedves és segítőkész lesz. Tehát akkor igazságosan nem tudsz büntetni, nem tud azt mondani, hogy jó, akkor már nem megyünk sehova, mert akkor annak a viselkedését is bünteted, aki egyébként akkor abban a pillanatban jó volt. Én egy csomószor szembesülök azzal, hogy nem tudok mit csinálni, mert az egyik tök helyes és kiegyensúlyozott, míg a másik teljesen idegbeteg és nem normális. Ez szóval egy nagyon nehéz dolog, de a büntetés egyébként alapjában nem működik, Juli. Tehát a büntetés, szerintem az a baj, hogy a büntetés nem szól másról, mint hogy egy adott cselekményért a gyermeket megbünteted. A gyerekben egy dolog kódolódik hosszú távon, hogy megvolt a rossz cselekedet, megvolt a büntetés, jöhet az újabb rossz cselekedet, megvan a büntetés. Ez egy ördögi körforgás.
Tehát, hogy én szerintem a viselkedés okát kell inkább megtalálni, ami baromi nehéz, mert nyilván dolgozol, az ember hazamegy, nem tud mindig okot keresni, fáradt vagy rászól, ne csesztesd a tesódat, baromi nehéz. De ha folyamatosan csinálja, akkor nyilván ez lehet egyfajta segélykiáltás a gyerektől, hogy miért csinálja, vagy a szülő-gyerek viszonyon kell egy kicsit úgy erősíteni, hogy megértsd, hogy egy gyerek miért viselkedik mondjuk kirívóan, mondjuk deviánsan, és miért öli állandóan, vagy miért megy veled szembe állandóan. Tehát a büntetés az egy kezdetleges forma, ami csak szerintem elmélyíti a konfliktust. Abban, hogy a gyerek nem tanulja meg, hogy te mit vársz el tőle. Jó, de akkor miből tehát tanulja meg? Ez egy nagyon nehéz kérdés. A büntetésen túl kell lépni, tehát kell szerintem büntetni a gyereket, csak nem ez az a probléma igazi megoldása, mert attól a gyerek nem fogja megtanulni azt, hogy te mit vársz el, és nem fogod tudni belerakni abba a szabályrendszerbe, ami neked a szabályrendszer. Megbünteted, megint rosszat csinál, megint megbüntetett. Kicsit kielégítődik a büntetés által, jóval megbüntettek, rajta kaptak, jöhet az újabb csintevés, majd megint megbüntetnek. Tehát azt kell kitalálnod, hogy miért nem működik az, hogy van egy felállított szabályrendszer, abba a gyereket te berakod, és a gyerek tudja, hogy mi a következménye annak, ha azt átlépi. Érted? És arra kell neked nevelned, hogy mi lesz a következménye, amit olyan is mond, hogy mit vonsz meg tőle, hogy a gyerek felkészüljön arra, hogy mi történik. Simán egyszerűen csak megbünteted, azzal előbb-utóbb egyre jobban ellened fordul, na, és elmérgesedik a dolog. Azt mondod, hogy kilátásba helyezel valamit, hogyha átlépi ezeket a bizonyos de nem feltétlenül, akkor nem büntetésbe gondolkodjál, hanem amikor rosszat csinál, nem megbüntetett, hanem megjutalmazott, ha jót csinál. Érted, mit akarok mondani? Én a pozitív vele motiváció, azt mindenki mondja, tehát hogy az jobb. Azt mondod, hogy akkor jó, oké, jó. Két de gyerekre, ha jót csinálod, de ha nem csinálod, de ha nem bántod a húgodat, akkor ez lesz. A gyermeknevelésben azt mondják, hogy két gyerektípus szorong a legjobban, és ez nagyon fontos, akit agyon büntet, és akit, tehát ahol nagyon sok a keret, és ahol egyáltalán nincs keret. Mert a túl sok kerettől is szorong a gyerek, illetve ha bármit megcsinál, attól is szorong. Tehát a gyereknek nem jó, ha bármit megcsinálhat. Független attól néhány szülő azt gondolja, hogy az a jó a gyereknek. Tehát a gyerek igenis elvárja azt a módszert, hogy legyen egy rendszer, legyen egy napi rend, legyen egy szabályrendszer, amit én pontosan tudok, hogy betarthatom és nem tarthatom be. És a szülő-gyerek viszonyán kell mélyíteni szerintem, hogy ebben a partneri viszonyban ő érezze, hogy te partnerként kezeled, ő is tudjon partnerként kezelni, és ez nem azt jelenti, hogy nem bünteted meg nem kapni egy-egy makarenkóit, mert én nem vagyok ennyire liberális, hogy jaj a gyerek, de muszáj őket valahol úgy partnerként kezelni, mert egyébként csak kamaszodni fog, és még jobban ellened fordul, és totálisan hatástalan leszel, hogy valahogy beépíteni őt ebbe a szabályrendszerbe, és megnézni, hogy hol van az ellenállás oka. Hogy hol van az ilyen típusú ellenállás, mert annak mindig oka van a gyereknél. Vagy az, hogy nem kap elég figyelmet, vagy az, hogy valamire vágyik, vagy az adott szinten ő még nem tudja elmondani, hogy mire vágyik, vagy nem tudja kifejezni, mert még nem érett rá az érzelmi intelligenciája, vagy a kommunikáció, vagy a nyelve, és azt kell megtalálni. Mert bizonyos, szerintem azt, hogy ők csesztetik egymást, az nem baj, de ha a gyerek elkezd kihívóan viselkedni, ha megváltozik a magatartása otthon, és egyre több baj van vele, akkor ő valamit kommunikál, csak te meg nem érted, és azt hát, hogy szimplán rossz. Ő meg mit csinál? Akkor a saját nyelvén kommunikál feléd valamit, amit nem tudsz dekódolni. Jó, megvered, beállítod a sarokba, és egyre jobban a gyerek befordul, egyedül marad, önbizalom hiányos lesz, és pont az ellenkezőjét éred el. Tehát ezért nagyon nehéz. Tök egyszerű példát akkor. Igen? Otthon vagytok, készülöttök lefekvéshez. Azt mondod neki, hogy menjen el fogadposni. Szólsz egyszer, szólsz kétszer, háromszor. Még mindig nem. Ülj le tanulni, nem akar leülni tanulni. Oda bújik a Lidihez, elkezdi csikizni. Kérlek szépen, menj vissza a saját ágyadba, takarózz be. Ne állj föl most már, menj vissza az ágyba, hagy olvassam el. Tökre értem, hát figyelj, nálunk is meg. Hagyd az öcsédet, ne csinálj, ne piszkáld, ne csinálj. Persze. Akkor erre mi a túrót tudsz mondani úgy, hogy igen, nem büntetem, meg partner lesz. Nem, most ne érts félre. Tehát nem azt mondtad, ó kiskomám, ülj ide a balkaromra, meséld el nekem, drága kis életem, mi a te problémád? Anyád megérti majd, mi a te problémát. Én se így nevelem a gyerekét, én nem ezt mondom. Én csak próbáltam neked elmondani, hogy te ahhoz, látom, hogy nem érted. Megértsd a gyerek nyelvét, ahhoz meg kell érteni a szülő-gyerek közötti viszonyt. Ezek nem jelzések. Tudom, az én gyerekem, figyelj ki, apuci szomjas vagyok, anyu nézi, akkor még pisileg, akkor még nem mosok fogad, akkor még föl, akkor még nem alszik, Benni maradj csöndbe, apu nem alszom, nem vagyok álmos, feküdj ide mellém, nem fekszem, akkor elmegy, akkor fölébreszi a tesóját, fő, megáll az ajtó előtt hangosan köhögni. Mondom, figyelj, de fél órát fektettem a Noelt, ne köhögjél az ajtó előtt, de neki most kell, nem tudta visszafolytani, mert nyilván most kell köhögnöd, tudod, égnek áll a hajad, ütöd a falat izébe. Miért nem a szobádba köhögsz? De közben, szóval igen, ez egy nagyon nehéz dolog. Ez egy nagyon nehéz dolog, de basszus, hát ez erről szól. Szerintem nincs recept, és ebben az a néz, hogy neked sem mondta el senki, az anyádnak sem mondta el senki, nincs egy könyv, amit kinyit. Ez egy belső intuíció, ami vagy működik, vagy nem, vagy ráérzel a gyerekre, vagy nem. Minden esetre az, hogy jó, megvered sarokba állítani, csak el nem mondom, hogy nem működik.
működik. A másik oldal sem. Persze, hogy a válladra ültetett. Gyerek is komán, mondd el édesapádnak, majd ketten megoldjuk. Nyilván nem, én csak azt mondom, hogy csak a büntetés alapú gyereknevelés szerintem hosszú távon zsákutca. De ez nem azt jelenti, hogy én a Benitnél nem állítom sarok, vagy nem borul el az agyam, vagy a Vikinek, dehogy nem. Csak nyilván... Hát valamit, amit te Jani mondj, vonj meg tőle, vagy kösd fele kompromisszumot, vagy mondd meg, hogyha ő szeret valamit, akkor azt megpróbálod szankcionálni, tiltani, elvenni tőle, leredukálni a nézését, használatát, tehát csak van a gyereknek, ami fontos. Azért ez őket lehet manipulálni a szó jó értelmében, elvenni, megvonni tőle dolgokat, meg tud találni, hogy mi az, ami nem tudom, mesét néz, laptopozik, számítógépezik. És nagyon következetesen betartani, és egyébként a férjeddel együtt nagyon-nagyon egy húron pendülni végig ebben a dologban. Tehát, hogy olyan nincs, hogy az egyik megtiltjenek, a másik meg megengedi, mert a széthullik darabokra az egész. Nagyon következetesnek kell lenni ebben a dologban. Például nálunk otthon a számítógép megvonás. Volt olyan, hogy folyamatosan, és nálunk ezek ilyen halmozódó büntetések voltak, volt, hogy 2 hónapig be se kapcsolatta a számítógépet, mert mindig az volt, jó, akkor még egy nap, majdnem feloldódott, igen. És volt olyan, hogy 2 hónapon keresztül be se kapcsolatta a számítógépet, pedig szeretett volna vele. És változott valami? És még ti az egy gyerekkel szerintem nagyon jók vagytok. Tehát, hogy amíg nekem is egy gyerek volt, én nem tudtam, hogy a 2 gyerek mennyivel nagyobb káosz, meg mekkora örjöngés, meg veszekedés, meg verekedés, meg kis csintevés, meg nem de tudom. Hát, persze. Van egy tök jó könyv, írja a hallgatászék, mire én is megvettem, meg, ez megvan, én ezt elolvastam, elhozom neked. Ez a Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgass, mint hogy elmesél. Ez a nem erre gondoltam. Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgass, mint hogy elmesélje. Ebben különböző gyermeknevelési problémákat vázol. Nagyon érdekes a könyv, ami arról szól, hogy ha te a gyereknek mondasz dolgokat, és nagyon sokan fognak felsziszenni, akik azt mondják, hogy jó, már pedig jó a gyerek, jó megkeverni, aztán ugyanára nincs vele probléma. Beszélsz hülyeségeket, Balázs. Hogy ver nagyon teszülten a könyv címe. Benyire, akik érkezik, ha minket is megpofosztak, látod, milyen felnőttek lettünk, imádom ezt a fajta hozzáállást. Lett valami bajom, lett valami. Én azért ezt jobban megvizsgálom, hogy hülyére vert az apád, de aztán jutott, hogy nem, semmiféle, nem tudom, elváltozás. Ami arról szól, hogy különböző válsághelyzeteket mutat be, hasonlókat, mint amiről te beszélsz, és hogy tudod a gyerek nyelvén, majd tök más nyelvet beszélnek, mint a felnőttek, megoldatni vele úgy a problémát, hogy tulajdonképpen vele mondatott ki, hogy mi a megoldás, és elképesztően elkezdenek együttműködni a gyerekek. Én ezt nagyon-nagyon jó könyv. Hogy megpróbálom ilyenkor beszéltetni őket, hogy hogy jutottunk el idáig, és rendben van, oké, de erre basszus nincsen mindig energiád. Hogyne? És ezt nem lehet, és az a bajom, tudjátok, és ezzel vagyok ettől rettenetesen elkeseredve, hogy a Milán meg a Lidi mostában nagyon sokat vitáznak, de ilyen apró hülyeségeken tényleg, tehát szó szerint egymás cseszegetése az állandó cél. És azt veszem észre, hogy egyáltalán nem... Nincsenek egyre gravitációs hullámok, de vannak. Nincsen. Egyre kevésbé. Einstein is megmondta 100 évvel ezelőtt. Nem mondta Einstein meg. Einstein is kitaláltak volna. De hogy találták volna? Egyre kevésbé élvezem ezt az anyaszerepet, mert folyamatosan igazságot osztok. Állandóan nem most Milán, kérlek, hagyd abba. Ne Lidi, fejezd be. De tényleg nem, neki most volt igazás. Állandóan egy rohadt igazságosztó vagyok, és állandóan ítélkeznem kell, és hol az egyiknek, hol a másiknak a javára billenteni a mérleget, és utálom ezt a szerepet. Gyűlölöm. Tele van vele a hócipőm, hogy állandóan. Igen. Meg kell, hogy mondjam a frankót, és valakinek a javára. Fog egyre bonyolultabb, komplexebb problémák jönnek, ugye? Mert hogy a kicsi gyerekkel kisgyerek problémák vannak, de amikor kamaszodik, a problémakörök is egyre komplexebbek lesznek, és ezért lesz baromi nehéz is. Ennek most kell megágyazni. Tehát most kell azt a partneri viszonyt kialakítani, hogy aztán kamaszkorban, amikor nagyon komplex dolgok jönnek, majd egyre durvábbak a problémák, egyre mélyebbek, akkor hogy válsz te társává a gyereknek, és nem ellenségévé mondjuk szülőként. Erre nagyon jó könyvek vannak, mondom ezt, olvasd el ezt a könyvet, ez szenzációs. Azt is felül kell vizsgálni, hogy kell-e mindig igazságot tenni, hogy jókor szólsz-e be, hogy nincs egy olyan meccs, amit azért ők már le tudnak vívni ketten, hogy nem csak a saját idegi fáradtságod miatt szólsz oda mindenért, nem kell magadnak egy kicsit elküldeni egy hét Szabira, leadni a gyereket, elmenni 3 napra valahova. Tehát egy csomó minden van, amit szerintem az ember tanul, nem? 3 napra add le a 2 gyereket, menjetek el, hazajössz, és lehet, hogy nem fog idegesni, hogy ölik egymást egy rohadt legó, mert majd levívják, nem kell mindig ott lenned, nem kell mindig igazságot tenned, nem kell mindig szétválasztanod őket, vívják le azért tesók. De százszorunk is egy a vége. Egyre rosszabb lesz. Köszönjük! Igen, van, pafozd meg őket, nem, csak semmi látom, baj. Barátoknál, hogy 10-12 éves, 13 éves kamaszodik, és egyre komplexebbek a problémák. Hát 7 évesen még az, hogy az ovis társával csúnyán beszél, 12 évesen más, hogy ez meg az, egyre bonyolultabb, egyre komolyabb problémák jönnek. Korlátok, ez nagyon fontos. Szorítsátok korlátok közé a gyerekeket, ami tényleg nem ugyanaz, mint a büntetés. Tudja a gyerek, hogy mit lehet és mit nem. Ne is legyen nagyon szabályozva, de ne is engedjetek neki. Tudja, hogy nem lehet belerúgni a munkába, tehát ez pontosan tudja, hogy mik a korlátok.
Zoli, az egyik hallgatónk megírta, ebből indulj ki, mert itt van az igazság, itt van a kutyalásva, a Milán szláv kéri a verést. Kódolva van benne genetikailag. Látnák a húgát, hogy az miket csinálni. Én szerintem ne ostorozd magad, és ha elsül egy pofon, ne ostorozd magad, és ha véletlen tudom milyen a szülői lelkiismeret, de ha esetleg egyszer megtörténik, tudod, és nézed, hogy alszik, és ott állsz az ágya fölött, és mondod, hogy de hülye voltam, még kellett, tudod, tehát ez mind benne van, de de nehéz, ez a legösszetettebb dolog szerintem, úgyhogy... És kezdj el inni, az is segít. És pukkancs föl minden nap a pohárból. Ennyi, ezzel már túl vannak. Ja, nem látszik. Mit gondolod, a szülők nagy része miért iszik esteként, amikor elcsöndesedik a lakás. Egy pohárból, alszik a két gyerek, Istenem, köszönöm. Fél óra maradt, aztán elég. Iskolába indulás előtt betolom az elsőt. Figyelj, Júli, ez egy nagy meló, kitartás, 20 év is kirepülnek. Szuper! Túl vagy rajta. De hogy is ingyen elők, ti fogjátok eltartani őket halálotokig. Na, szevasztok! Ha elhozom neked ezt a könyvet. Hozd, jó? Kösz. Elhozom neked ezt a könyvet. Puszi, Júli. Ciao. Ciao, hello, hello. 9:30, már nagyon rég, 9:50 pedig 7 perccel elmúlt, de mindegy is, mert hogy játszunk, már is itt van a hallgatónk. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Sziasztok, Bea vagyok. Hello, Bea, ciao. Hello, sziasztok! Szia. Honnan hívtál minket, Bea? Most Budapesten vagyok jelenleg. Budapesten. Na, mondom akkor a kérdéseket. Mehetünk? Mehetünk, igen. Milyen alakú a kötelező elsőbségadás jelző kresztábla? Háromszög. Hogy is van? Ki volt, aki tudta? Az egyik kollégám. Neked nincs jogsid? Nincs. Nem vezet. Nem. Van, de nem figyelem a táblákat. Van, de nem ismerem őket. Megvettem az ecserint 100 000-ért. Menjünk tovább. A folyamatban van a jogsik. Menjünk tovább? Persze, igen. Na figyelj, itt szól a második kérdés. Melyik kontinensen található a Halál Völgye Nemzeti Park? Így mondják magyarul. Ó, Észak-Amerika? Egy, de jó van. Így is van. Nagyon jó vagy. Vagy valaki nagyon jó. Vagy valaki nagyon jó. Nagyon szép, mellette, szép barátságos, nem lehet összeveszni a szomszédokkal. Egyben. Mi legyen a harmadik kérdése? Hát, próbáljuk meg. Így szól a harmadik kérdés. Mi a hangszer a megszólaltatási módja alapján az okarina? Fúvós. Igen. De ügyes vagy. Honnan tudtad ezt ilyen gyorsan? Honnan tudtad ezt? Súgtak. Ezt is? De igen. Nézd, sokat nem tettél hozzá a játékhoz, de még milyen szerencsé, az embernek vannak kollégái, és nem egyedül kell játszani, hosszú csendek lettek volna, így viszont megvan az ajándékcsomag. Hát, ja, szuper, köszönöm szépen. Ez is egyfajta képesség. Itt csináltam végig az egyetemet, puskáztam, és elkezdtem a jegyzeteket. Sikerült. Senki nem kérdezte, hogy tanultál-e vagy sem, megvan a diploma. Meg lehet élni, gyerekek. Ott volt körülötted a biorévai összes. Igen. Bea, puszi, ciao. Sziasztok. Hello, hello, hello. Ez volt a 3-as ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 3:10 lesz, 6 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:10 van egészen pontosan, szép reggelt mindenkinek, mutatjuk, mivel foglalkoztunk ma reggel. Vendégünk volt egy nagyon helyes csaj, Viki, aki arci jogát oktat, sokan teszik egyébként ezt, és hát eljött nekünk megmutatni egy-két gyakorlatot, amit ki is próbáltunk. Hát egyre népszerűbb ez az arcsport, mindenki csinálja, hogy ne ráncosodjon, az arcizmokat mutatja meg, vagy mozgatja meg, és eltűnnek a ráncok. Eltűnnek a ráncok, szépek, fittek, fiatalok leszünk. Kipróbáltuk Vikivel az arcjogát. Tehetségesek voltunk benne. Van erről egy videó a Facebookon. Tanulságos. Igen. És korreggel találtunk egy nagyon érdekes hírt, miszerint egy mozi lebeszéli a frissen debütált filmről a közönségét. Ez egy északnyugati tartományban történt, már maga a sztori, ahol az üzemeltető azt mondta, hogy annyira rossz a film, hogy megkéri szépen a nézőket, ne menjenek be és ne nézzék meg. Egyetlen alkalommal vetítik csak a produkció, de annyira szörnyű és annyira csapnivaló, hogy könyörögnek mindenkinek, hogy ez pénzkidobás, ne menjen el, és ne nézze meg, szörnyű a film. Én hazamegyek, és nem megnézem az Encore-on, hogy fönn van-e már. A Makói férfi 3, ez a cím. A Makói férfi 3 már a neve is szenzációs. És kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy ők ma mit nem ajánlanak. Hát, klassz SMS-eket kaptunk, ezeket megmutatjuk. Jönnek már is a nap legjobb pillanatai. 6 perc van a 10 óra. Csabi, jó reggelt, hello! Jó reggelt! Ciao! Hello! Mi újság van? Egyszerűen, biztos veletek is előfordul, amikor annyit alszotok,
Nem. Látom rajta. Nem, bucira alusszátok a fejeteket. Tehát nem az van, hogy ha én keveset alszom, akkor úgy nézek ki, hogy... Figyelj, nem hallgatod az adást? 6 éve nem aludtam 3 óránál többet egy húzamban. Néha úgy nem hallgatsz belé. És most azt érzem, hogy jó lenne valahogy felébredni, de még mindig nem sikerült. Nem azért, mert keveset adottan, hanem túl sokat. És mondja tovább. Te se leszel megszólítva többet. Hogy ehhez hozzá tudsz-e szólni, hogy mi a teendő? Hát nézd, Csabi, vannak olyan dolgok, amihez nem tudok hozzászólni. Tehát ha csak a tegnap éjszakámat elmesélném, szerintem elsírnád magad, hogy mekkora szakkör volt nálunk még éjszaka a különböző vándorlásra, meg nem alvásra. Én 2-3 óránál többet nem alszom egy húzamban, mondom 5-6 éve. Tehát nem tudom ez milyen, hogy 8-10 órát úgy alszol, hogy önkívül egy állapotban vagy. Sem, tehát... Akkor hetet. 20-at, igen. Nem egyébredsz. Látszik a fejeden, tehát ilyen túlaludt igen. Fejed van. Igen. Hát ez van. De majd felveszek egy napszemüveget, hogy ne lássák a hallgatók. Jó. Hívjuk a nap hallgatóját már, és irigykedem Csabikám, jó lehet ennyit aludni. Megérdemled. Jó is. Megérdemled. Meg? Csabinak be van gyógyulva a feje. Fogunk még mi is. De azért így is nagyon jól nézek itt. Akár akarunk, hozzá. Akár. Egyszer. Csabikám, irigyellek. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Jól áll neked a piros, Csabi. Már nem a vágó, hanem ez. Spócsi. A fejem? Morning show. Ó, az bizony, jó reggelt. Ningso, nem írtad alá, hello. Gergő vagyok, szia. Hello, Gergő. Igaz, amit írtam? Hát természetesen. Gergő, nagyon helyes SMS küldtél, ugye itt volt Viki az arcjoga oktató, te azt írtad nekünk, a kukásautóban csináltam a nyelvtornát, mire odajött egy néni, hogy hívjon-e orvost. Mondtam neki, hogy jól vagyok, köszönöm. Ez tényleg megtörtént? Persze, komolyan mondom. De helyesen én is. Mondtad neki, hogy tök jól vagy, minden oké, menjen nyugodtan. Menjen nyugodtan, mondom már, végeztem magammal, mert megkaptam egy algopirit. Végeztél az arcjogával és a morning show-val, igen. Gergőként tetszett az SMS-et, te vagy a nap hallgatója. Jó? Köszönöm szépen. Egy klassz kis ajándékcsomagot küldünk neked, Anna majd felveszi az adataidat. Jó? Jó, köszönöm szépen. Szia, merre dolgozol éppen? Mai nap Erdőtelken. Erdőtelken. Tisztítjátok a környezetet, a kukákat. Jó, van, jó munkát nektek, kitartás, ciao. Oké, okay, köszönöm. Hello. Csabikám, remek zenék? Annyit beszéltetek a divatról, és találtam, pont olvasgattam, mindig ilyen zenei híreket olvasgatok, és Jennifer Lopez az idei első showján előadott, nem tudom, 4 dalt, és 8-szor öltözött át, és arra gondoltam, hogy hát akkor ez a mai nem ajánlom rovatba a Janinak. Hát figyelj, én egy héten nem öltözök át 8-szor. Jennifer Lopez. Ráadásul egy ilyen korábbi sikerét hozom, amit szerintem ti is nagyon szerettek, én nagyon szeretem a Fuvolát, érdemes benne figyelni, mert az a színéig a dallamot. Horgas Eszter? Nem, Jennifer Lopez, de nem ő fújja. Ő fuvolázik. Nem ő fújja. De a Jennifer on the block. De oda képzeljük, hogy ő fújja, tessék. Jó, most akkor képzeljük, meghallgatjuk. Jó van, Csabinkám, meghallgatjuk. Jó munkát neked, 555-55-00, ez a telefonszám, ha valaki szeretne dalt kérni, mi pedig holnap jövünk. Szevasztok! Sziasztok! Hello.